Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perc. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hát jó reggel. Mindenkinek. Drága hallgatók, mit kell csinálnom, vagy kit kell megvesztegetnem, vagy meg valami. Bármit, hogy ez a Hollywoodú örvényes, ez 6 óra 55 perckor ne menjen le soha többet. Nagyon. Na, hogy ez 6 éve ide van szerkesztve, hogy ezt komolyan mondom, nem értem. Nem vettétek ezt, hogy 6 óra 55-kor 13 éve a Danubiustól kezdve ez a Hollywoodú örvényes, ez itt van? Ez szerintem egy ilyen szoftveres probléma lehet, ott ha valamiért az ott beégett, és egyszerűen kitörölhetetlenül ott van. Nem, mert az van, hogy kell egy viszonyítási pont, tudod, a szoftvernek, és ez az. Igen. Tehát gondolkoztak sokáig, hogy a digitális világban ugye kapja a jelet a számítógép, aha, hogy éjfél legyen mondjuk, nem? Hollywoodú örvényes. Én a hallgatóinkat sajnálom, akik meghallgatják a Best of-ot, vagy mennek haza, vagy éppen feküdnének le, még előtte egy kicsit hallgatnak minket, vagy véget ér a munka. Erre 6 éve minden reggel 6 óra 55-kor megkapják a úgy szétestem, úgy beszívtam, annyi füvet fogyasztottam, leugrottunk. Majd aztán megint beszívtunk még egyszer, mert jött a csávó, hozott füvet, tehát hogy én értem, de hogy ezt tényleg minden reggel meg kell hallgatni? Meg szegény Hollywoodi zenekar is. Tehát, hogy ők mondjuk, is biztos örülnének neki, hogy ha nem úgy épülnének be a köztudatba, mint egy egyszámos zenekar. Mondjuk mondj még egy Hollywoodus sláger. Hát már nem tudok. De ez pár évvel ezelőtt még tudtam volna, mert akkor még képbe voltam, de... Szerintem egy sláger, ez az egy slágerük van. Nem, mert csak ezt az egyet hallgatod, igen, minden reggel. Igen, van még, de van még. De a sláger az, amit mindenki tud tőlük mondani, nem? Egyébként nagyon jó kis buli zenekarról van szó, csak hát mindenki úgy fog rájuk emlékezni, mint akármilyen egynyári slágeres, vagy hívjátra. Ami ráadásul egy feldolgozás. Igen, de tényleg, szóval én tényleg csak a hallgatóimat sajnálom, vagy a hallgatóinkat, akik így szerintem most már nem biztos, hogy ezt a Hollywoodú örvényes meg akarják még egyszer hallgatni. De legalább tudják, hogy melyik rádió ez annélkül, hogy meghallanák a szignált. Konkrétan örvényes. Én reggel mindig más rádiót hallgatok, ide kapcsolok, oda kapcsolok, zenét hallgatok, hát időjárást itt ott, ki mit csinál, meg kinél ki a vendég, meg csak úgy kíváncsiságból, én mindig szörfölök, de ezt be is hallom, de hogy mindig addigra tévedek vissza, mire 6 óra 55-kor lemegy a Hollywoodú örvényes, és akkor tudom, hogy na jó, vagy jó helyen itthon vagyok. Itthon vagy, hazaértél. Rá se kell néznem a kijelzőmre, mert tudom, hogy Klassz FM, hogy ez tényleg kit kell boldoggá tennem. Látod, ez biztonságtechnikai okokból van, hogy nem kell. Vagy 5 óra 50-kor, bocsánat, igen, mert nem 6:50-kor, mert 6:50-kor mi már rég fekete férjére nem megyáltunk. 5:50-kor. Szóval nem kell levenned a szemed az útról, hogy megnézd a kijelzőjét a rádiónak. Igen, tudom. Hát tudod. Tudom, hol vagyok. De valaki tényleg arra várhat, hogy boldogát tegyed, és egy picit csalódott is, hogy ennyi év után. Ki az, nevezzétek meg. Csak most veszed a lapot. Ezzel nekem üzen valaki? Igen, neked üzen. Hogy menjek le örvényesre? Igen. Vagy hogy ott van valami? Örvényesen? Vagy itt kéne valakit. Hát igen, vagy itt kéne valakit boldoggá tennem. Azért olyan morcos mindig, amikor bejön. Gyerekek, én megteszem bárkivel. Tényleg, ha az nekünk jobb lesz, meg a hallgatóinknak, én bárkivel kokettálok, vagy örömet szerzek neki, vagy bármi, csak ez az 5 óra 50-es Hollywood út, ez tényleg menjen Kozsó, vagy menjen Lola, vagy SP, úgyis annyi mindent játszunk. Menjen 5:50-kor egy SP-dal, nekem mindegy. De ne menjen egy SP, illetve egyszer menjen egy SP. Akkor van a magyar blokk ez a... menjen egy Lola, tehát hogy mindig más menjen, nem az a kérés? De 5-től ugye 6-ig kipipáljuk a magyar zenét, vagy legalábbis éjszaka ugye sok magyar zenét játszunk, ennek megvan az oka, ez nem is kell firtatni, jó ez így, de hogy ez a dal, ez üldözi a mi műsorunkat. Átkerülnénk délutánra, mondjuk 3-tól 6-ig, akkor 2:50-kor lemenne a Hollywood örvényes? Lehet, hogy jönne utánunk. Igen? Sokkal lehet, hogy azt hiszik egyébként, hogy a Morning Show-nak ez a szignálja. Igen, tényleg, hogy az, hogy gyerekek, 8 korán maradt a Hollywoodú örvényes, hogy mi van. Most is hallottátok, vagy csak kihallottam? Én nem hallgattam. Nem hallgattad? Baj is volt. Nekem kicsit már ez olyan, mint bejövök, látom ugyanazokat az arcokat, köszönök, visszaköszönnek, ugyanazok. Sem, itthon vagyunk. Igen. Itt megérkeztünk. Na, viszont ettől független nekem nagyon jól kezdődött a reggelem, mert képzeljétek el, kaptam egy nagyon kedves ajándékot, illetve pontosabban kaptunk ajándékot, mert hogy egy pár hónappal ezelőtt beszéltem itt adásban arra a bizonyos 150 éves osztrák-magyar monarchiából származó katonai térképről, amit az Arcanum csapat feltett az internetre, és meg tudtad nézni, hogy a te településeden 150 évvel ezelőtt mi volt. És hát csak osztrák, nem lőrinc. Nem, hanem új kígyós is egyébként, és nem gyenge
nem gyenge formátumban küldték el, mert gyakorlatilag bekeretezhető a dolog. És képzeljétek el, hogy az osztrák-magyar állami levéltár, illetve osztrák, bocsánat, hát azért ez rég volt, azért ne jöjjön vissza az idő, tehát az osztrák állami levéltárnak köszönhetően gyakorlatilag a teljes osztrák-magyar monarchiának a térképe fenn van már az interneten, tehát gyakorlatilag bárki megnézheti, hogy 150 évvel ezelőtt na, az ő településén mi volt. És annyira igényes formában küldték el, hogy én konkrétan be fogom kereteztetni ezt a dolgot. Rajta van a kies új kigyós is természetesen. Mi az, kies? A te homlokod, az kies. Te kies az egyébként egy pozitív jelző. Ja, tudom. Igen. Nem, a kies, hát az, hogy kopár. Nem, kifejezetten. Taníts, mester, mi a kies? Ezt nézzétek. De jó néz ki, csak fordítva. Őrület. Ja, igen, szinte biztos voltam benne, hogy Balázsnak nagyon fog tetszeni. Őrület, gyerekek. Tényleg nagyon szép. Nagyon. Oh, és nagyon szép. Várjál. Mi ez? Figyelj, ez jó papír, de mondom, hogy fordítva fogod. És ha még papír lenne, mert hogy ez vászon. Vászon, tehát ha ebből hajtasz a gyerekednek csónakot, akkor igen, nem fog elázni a kádba, érted? Illetve nálunk erre a sorsa jutna körülbelül, igen, tehát nem biztos, hogy nálam, nálam. Az egyik Balázsé, és azt mindenképpen odaadjuk neki, és akkor jó lesz majd valószínűleg hátul a csomagtartott tálcába igen, bele tudni rakni, ha kifolyik valami, akkor ilyentől nagyon nem jövök lázba, tehát hogy nálam ez az, hogy papírcsákó lenne, de hogy mi ez pontosan? Térkép? Tehát, hogy ez egy térkép a 150 évvel ezelőtti Budapestet ábrázolja. Na de 150 ezelőtti Budapesten nagyjából mindenhol egyébként dom volt, nem? Nem, meg lehet nézni azért a városnak a határait, és az a durva, hogy például ugye szüke környezetem, Pesszent Lőrinc is látható rajta olyan formában, hogy láthatom, hogy hol volt a régi szarvascsárda, ami egy ilyen emblematikus helye a 18. kerületnek. Ülle. Szóval zseniális. Nagy erdő. Hát zseniális. Igen, jó. Hol van új kígyós? És ott van a legalsó, pedig ott van új kígyós. Meg tudod nézni, Ferenc? A kies új kígyós. Nem is. Nem új kígyós. Nincs rajta. De rajta van. Vecsés az... van rajta. Maglót. Hát itt nincs új kígyós. Már ne haragudjál. Kikérem magamnak. Na jó. Megiszom a kávédat. Itt meg a kávédat. Ez egy fontos dolog. Hát most keresem a múltamat, érted? Én egy kis diákcsevegével. Keresem a múltamat, nem akarok gyökértelen. Ja, itt van. Na, de ez nem. Megvan a kies új kigyós? Nem kie. Új kigyós. Sashalom. De Sashalom Pesten van. Feri, nem baj, most értem én, hogy egy picit kevesebb dolog volt ott akkor, mint nálunk Lőrincen, és azért egy picit így vagy. Abszolút nem, én nagyon büszke vagy. Fekete halom, hegyes halom. Egy kicsit kies az a táj, nem? Figyelj már, ezt összehúzták az egészet. Ilyen van benne, nézd meg, hegyes halom. De hegyes halom kies? Sas halom és új kígyós. Hát melyik a legkiesem? De ezt elszúrták, Jani, értsd meg. Csinál, nem hallaná. De melyik a kies? Melyik a, hát ez mind kies, ha így nézed. Sas halom. Kösz. Elekeperjes, na ezt már ismerem. Menő. Köszönjük szépen. Majd kitesszük. Ide. Mondjátok már meg, hogy mi van. Egyszer, megnézed is utána, mi van? Tök komolyan kérdezem. A múltad van rajta, nem érted? A gyökereid. De mi? A gyökereid. A térkép, ahol, hogy mi volt 150 évvel ezelőtt. De mi lenne? Ott, semmi. Ahol most mi a gazdaság? Honnan jössz? De nem mi van ott? Ne, micsoda? Itt van. Halastó, új kígyós. Igen, hogy tudom, tudod, hogy... mi van rajta? Mi? A na, gyökereim. Milyen gyökereim? Az anyám, az apám hol? Élete. Itt van, itt egy lakott az anyám. Egy krikszkrakszokkal teli dombságot mutatva, egy régi szokkal, régi földrajzatlasz. Rajta van két mező, egy halastó. Igen, igen, én innen jöttem, érted? Ez a hazám. Tudom, a kies új kígyós. A szüleimnek a szíve. Értsd már meg. Ott van apukád, nézd. Na. Nézd meg, apám innen ment át udvarolni ide anyámnak. Itt, ez az az utca, látod, ahol átmentek. Itt randiztak először. Mi van új kígyós alatt? Mi az, hogy mi van új mi van? Kígyós mit, alatt? Mit ír? Puszta. Na, hula. Na. Eper, gyönyörű, a magyar puszta van rajta ezen a térképen. Na, ezért örülök én jobban egy picit az Ándéknak, mint a Feri, mert hogy ő mondjuk annyira nem látott dolgokat, rólad meg nem de tudják, hogy hol laksz. Az hát egy picit kígyós nagy major. Ezért küldték el Budapestet. Szerintem mindenképpen izgalmas dolog azoknak, akik nagyon kötődnek a környezetükhöz, meg kötődnek a helyhez, ahol élnek, mert tényleg meg tudják nézni, hogy honnan indultak és hova értek. Tudod, mit jelent nekünk a nyálási halom új kígyósiaknak a nyálási halom? Megvan még? Te, tudod te? Meséltél erről hogy a nyálási halomról, hogy de mi amiért rúgtak ki, nem? Mi minden történt ott régen? Az iskolában. A nyálási halomnál. Mi? Hát gyerekek, a pulzusszámom nem emelkedett meg, de hogy ez tök jó, tehát ezért jó, hogy ennyire mások vagyunk be, hogy... De ha esetleg chemtrail csíkok lennének az égen, akkor azonnal, biztos egy kicsit izgatottabb fotozni, a volna. Fotozni. 150 év múlva kit foglak érdekelni a chemtrail csíkok? Hát... Igaz? Ugye? Csak mondom, hogy Gyuli középfokú nyelvvizsgának az angol részét, a szövegértés, mert mindent a chemtrailből kellett fordítania. Igen. Bizonyám, nyelvvizsgatétel gyerekek. Azért az nem mindegy. Na mi van? Most mi van? Megvan? Most dombság volt, vagy víz volt?
mi vagy az igazi magyar puszta vagyunk, tudod? Hát az, az. Az látszik is. Na most elmondom neked. Na tessék. Elárulom, hogy az a hely, amit sértegetsz, kisfiam. Én csak azt mondtam, hogy nevezzelek, érted? Hogy kisfiam, az a hely, amit te sértegetsz, ott egy négyzetméteren. Egy négyzetméteren a magyar pusztában, ott hozzá ne nyújt. Nem, ne a Budapesten. A magyar pusztában egy négyzetméteren több mint 112, tehát valószínűleg 113 növényfajt fedeztek fel már 150 évvel ezelőtt. Igen. Aminek 30%-a gyógyító. Azért ilyen erős a magyar paraszt. Ad ide, na megnézem. Nem adom. De Budapesten. Az nem nincs nálam. Nem nincsen vagy. Budapest. Körülbelül annyira hozott lázba, mint a geocaching. De azért megnézem. Hogy pusztaság volt-e, mocsár vagy pusztaság? Nem, ti domb voltatok, ott jól látszik. Na, tessék. Harmadik kerület. De szépen fogom. Azt mondja, hogy Pest, Buda. Aha. Aha. Hát ez jó. Nagyon. Na, ugye? Sehol egy kémény. Hát nem tudom belőni. Most a kéményekre vagy rágyógyul? Nagyon jó. Hát semmi. Az egészen nincsen semmi. De most gyerekek, tök komolyan, ne idegesítsetek, semmi nincsen rajta. Hát de mi lenne? Hát megnézed azt, hogy hol laktál, és de könyörgöm. De nincsen rajta hát, semmi. Na most rajta, kezdek bepöccenni. Józsefberg, Bohaszberg, ez egy térkép, egy térkép, és egy térképen nem feltétlenül kell lennie utcáknak, házaknak. Sternberg, Lindenberg, Jonnesberg. 3D-s alkalmazása utcaszinten, ez egy 150 évvel ezelőtti térkép. Persze. Tudod, a mostani autós térképeken se lát semmit, csak rohadt utcákat. Tudod mi? Elmondom neked térkép nélkül is. Pusztaság, föld, sár, tó. Hát de nem látod, érted? Tehát, hogy oké. Okay. Sár. Hallod, de sár. Há, Csepele, mi volt? Kérdezi Mónika. Móni, ne aggódj, semmi. Semmi. Semmi Csepele nincs rajta a térképen. Egy fekete ilyen kupachalmot képzelj el. Kicsit áthúzza mindenféle kék vonalak. Azok a patakok. Semmi, Móni. Semmi, semmi nem maradsz rá. Semmiről. Móni, semmi. Sehol semmi nem volt. Ezt neked szépséget hozni ide kora reggel. Komolyan. A múltat kiteríteni az asztalra. Mindegy, a gyöke, ahonnan gyereket. Jössz. Én nagy múltkutató vagyok, úgyhogy... Aha. Én akkora múltkutató vagyok, hogy... A múltetet is kutattad. És ezzel most mi van? El lehet adni? Vagy ebből most pénzünk lesz? Vagy mit csinálunk velem? Miért lenne belőle pénzünk? Ja nem, csak azt hittem, hogy valamit értékesítjük antikváriumnak, vagy csencserünk valamit, biznisz, 5 kuba, 10 kuba, valamit csináljunk vele. Amit el lehet aztán wellnesselni, nem? Valamit nem, most ezt mit bekeretezzük, kirakjuk és nézzük a dombokat? Hát ti nem, mert hogy úgy látom egy picit az ellenás, jó Feri részéről van egy pici, azt gondolom, hogy kies, arra a kiestájra nagyon kíváncsi, ami annak idején volt. És ő nyilván majd elviszi egészen a szerkesztői szobáig is berakja a sarokba, de én hazaviszem és bekereteztem. Ne, én örülök neki. Tényleg örülsz neki? Én nagyon örülök. Ja, ez az öröm? Na jó van. Én így örülök. Meg is védtem. Itt vesztem össze a főnökkel. Az figyeltek. Az enyém? Nem érdekel. Nem, én odaadom egy hallgatónak, mert nagyon sokan kérik az érészemet. Én odaadhatom a sajátomat? Hogy ne adhatnád oda? Becsomagolok valamit bele, és elküldöm. Ne, csomagolj bele semmit, megoldjuk. Tehát, hogy... Teszek bele egy ajándékcsomag, becsomagolod. Én elküldöm egy hallgatónak szívesen. Na, ez viszont szerintem tök jó. Budapest 150 évvel ezelőtt. Jó? Mocsár. Nem. A hívó egy szó, mocsár. Nem egészen. De egész Budapest. Úgy érzem, hogy vannak fehér foltok a helytörténeti tudásodban. Nem, 150 évvel ezelőtt már nem volt mocsár. És sár sem Budapest. Láp. Meg láp az volt egy pici, de az se arra fele bent ott középen. Igen, de hogy akkor Balázs elküldi az övét, jó? Annak, aki szeretné. Jó, én egyenesen az Annával hivatom vissza azt, akik szeretni. Írjátok meg, hogy Bali kell a tiéd, és akinél látom, hogy komoly az érdeklődés, megkapjátok. Jó? A hívószó ingovány. Jó, írjátok fel az Annát, és mondjátok, hogy ingovány. És rögtön tudni fogja az Anna, hogy miért telefonáltok. Na, így jó helyre kerül. Tényleg, én abszolút gyakorlom az adást. Most olvastam pont egy ilyen nagyon helyes kis könyvet erről, hogy minden nap kéne ezt gyakorolni, hogy ami a kezedbe kerül, add. És akkor ez egy ilyen automatikus dolog lesz. És most ma elindítok egyet, hogy ma már megvolt a mai adás. Na. Bármi, amit találsz, és neked nem kell, azonnal add, és egy idő után ez reflexzerű válik. Nagyon érdekes kis könyv. És ma 6 óra 25 perckor beindítom az adást, jó? Ma adok. Ezt szerintem tök már jó. Adunk. Egy picit örülök most. Most adok, most az adást gyakorlom, jó? Aha. Már nem úgy az adást, hogy az adást, mint a rádió így adást, van. Hanem az adást. Hála jó Istennek, nem a Napjaink ópiuma, a Conteo című könyvet küldte el valaki, mert azt nem adná oda nektek. Az nem, az összes könyves elméletek Washingtonból, az biztos, hogy nem. Na. Igen. Mi az igazság a Pentagonról, az biztos nem, de
valaki megkapja. Jó, tök csak jó. Írjatok, hogy nagyon fognak neki örülni, és az árkámunknak nagyon szépen köszönjük. Igen, az rajta van, hogy hol zuhanyzik az engő, kérdezi Richeli. Persze, be van X-elle. Nincs rajta, mert csak mi van rajta? Pest. Ő meg Magyaródon. A 150 évvel ezelőtt. A 150 évvel ezelőtti Pest, úgyhogy az nincs rajta. Volt Hungaroring akkor még? Nem tudták bejelölni. Milyen szekérverseny csak lehetett? Magyarod és lehet, hogy puszta volt. Láp. Ingovány. Mocsár. És nem tudom mi. Balázsnak nincsen egy gyökerei. Ő a megtestesült gyökér. Bali, nem kell dobd ki a fenébe. Írja Laca. Laca, nem, az a baj, nem vagy tisztában ennek az értékével. Hogy az a jó egyébként, hogy a hónapokon véletlen beültjük ezt a mai dátumot, és ránézzünk majd az SMS falra, és azt fogjuk látni, hogy ingovány, fogalmunk nem lesz róla, hogy akkor reggel mi történt ott. Ingovány. Igen, mi volt ez? Mi volt ez, igen. Adjál vásznat, Bali. Fogj pénzt. Igen, azt már sajnálom, hogy megmondtam, hogy viaszos vászon, mert hogy abban lehet csomagolni sok mindent, amit meg féltük, is hogy ne ázzon el. Komolyan mondom, a vászon hatott meg leginkább, hogy ez ilyen anyagból. Ezért hatotta meg akkor ennyire a Feri, mert annak idején konyha azt, hogy valami ilyesmi volt, csak pipacsokkal. Nem, kockás. Kockás volt? Viasz, és nálunk úgy hívtak, hogy viaszkocs vászon. Bali, kókán mi volt? Semmi. Felejtsd el. Láp. Semmi. Sehol nem volt semmi. Ugye, te egy két lábonyára adatbázis vagy, gyakorlatilag minden egyszerről az országról. 150 éve egy kóka, láp. Kezembe került egy 80 ezeres csekk, szívesen továbbadnám. Gyakoroljam az adást, így egy hallgató. Na jó van. Kinek kell ezt megköszönünk azért? Megköszönjük az Árkánunknak, ők nagyon jó arcok egyébként ezzel foglalkoznak. Ők így a múltnak a kutatásával, életben tartásával, kis emlékezéssel, dokumentációval, ilyesmivel foglalkoznak. Nem leszel a reklámarcuk. Nem. Gondolhatod, hogy mennyi munkájuk van? Hát beírják a településre, hogy beírják mellő láp. Nincs értem, hogy emberek vagy ezt kutatják, hogy most ott láp volt, mocsár volt, vagy ingovány, hát ezt komolyan nem is értem. Na mindegy. Jó van. Mi ez a jég, amit ma mondanak, meg hó, vagy mit mondanak? Ez mi? Valami jeget hallok. Hát előrejelzés van, igen. Igen, van egy ilyen kis előrejelzés, első fokú, mert hogy lesz az ország különböző pontjain, elsősorban itt a középső ország részben, meg délen felhőszakadás, az is várható. És az jégesővel kísértetik majd, igen? Elviekben még az is lehet belőle. Jó. Keleti ország részen nem mondanak egyébként. Ők ott megúszszák. Jól van, még egy fontos, hogy örvényes rajta van? Van olyan. Úgy szeretem, amikor így veszik a lapot. De örvényes semmi volt. Láb. Tudunk intézni egy örvényest neked. Egy jó örvényes? Na jó van, mi volt a játékkal tegnap? Nyertünk. Visszaültünk a lóra megint? Egyet behúztunk. A parasz gyerek, tudod? Akinek van gyökere, ő tette meg neked. A kies új kígyósról? A kies új kígyósról. Jó. A gyönyörűről. Hogy hoztad? Kiúsztátok, vagy kimondtam? Nem, kimondtam. Kimondtam. Kikényszerítettem. Hibára kényszerítettem ellenfelemet. Nagyon jó. Tetrencés rúddal. Jó, hát Anna tegnap leírta az összesítést. Lassan az év közepénél vagyunk, és döntetlenre állunk, úgyhogy kellenek a hetek. Ha ma meg vagyunk, gyerekek, bárki üti be ma a szöget, az beütötte a hetet. Csak mondom. Bizony. Hogy az érdemeit tovább fokozzam. De ma nyernünk kell, és meg vagyunk. Holnap meg bolckodunk egyet a reptéren. Persze, már minden. Valami olyan játékossal, aki oda kijön. Gödöllő szép ingovány volt? Nem tudom. A legszebb. Gödöllő nagyon jó. Megnéztem, vetettem, hogy Gödöllő gyönyörű volt. Gödöllő gyönyörű, egy pici láb, sok ingovány. Jó, úgyhogy erre kell gondolni. Ha, jó van, lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók. Jó, ha már itt vagytok, ébren vagytok, velünk vagytok, nyugodtan. Ha valaki legalább olyan friss, mint mi, akkor álljon ki velünk, ha mer. Nem? Hűha. Álljon ki velünk, ha mer. Meghúzogattam a bajszukat. Bizony. Oda ment és holdalba rúgtad az alvó oroszlán. Bizonyám. Akarom egy kicsit őket hergelni, hogy nagyon felhúzzák magukat. Jó? Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Gyorsan még egy közlekedés a hírek előtt. M5-ös Budapest felé az M0-ás lehajtónál beállt. Nem írta alá, ki küldte. De köszönjük, fél hét van pontosan, jövünk a hírek után. 3-4, 7 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és játszunk, ugye 1-0-ra megyünk jelen pillanatban, vagyis ez most fordulópont. Ha beütjük a hetet, akkor mondhatni visszaültünk a lóra. Ha nem, holnap kell, vagy visszaülünk, vagy abbahagynunk a játékot. Tehát nincs más verzió. Most megint kikapunk, arra nem lesznek szavak. Jobb lenne most eldönteni ezt a dolgot. Hát figyelj, kikapunk, igen, új szignált, abszolút, csinálunk, azt megyünk tovább. Aztán már nagyon régóta mondjuk egyébként. A Romávert rádiós trió.
Szerintem igényelnek a hallgatók is már ezt az új szignált. Hát, hogy szerintem ezt már el kellett volna csinálunk. Nem ilyen elmeszelőset, hanem csak ilyen picit ilyen. Aha. Tehát kicsit vegyünk vissza. Igen. Az időnk itt velhetetlen. Igen. Na, mindjárt mondom, hogy ki kapja jó azt a drága térképet, amit ígértem, mert nem akarok senkit se cserben hagyni. Jani kapott egy nagyon klassz kis ajándékot, mindhárman kaptuk, csak ugye mondtam, hogy én szeretném ezt valakinek odaadni. Nagyon sok gyerek tanulmányoz térképet, nagyon sok szülő örülne neki, nagyon sokan gyűjtenek térképet, tehát őrület van. Igazából sok mindenkit érdekel a dolog, úgyhogy mondom majd a hírek után. Jó, még ki kell választani, viszont van gyorsan egy-két közlekedés. Az M2-10-tel lehet, hogy valami mást mondtunk, most jelen pillanatban jól lehet haladni. Valamint van egy trafi Győrben, a 83-as bevezető szakaszán, a temetőnél, ezt pedig Botos küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig valakivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, fiatalok! Hello, Kata! Kata vagyok, Jászberényből. Kata, hello! Rosszod a szignál, verhetetlen rádiós triópantja már. Igen, hát egyébként most már tényleg igazad van, lassan tényleg nagyon rossz, szóval, hogy hát most már fölér egyfajta hazugsággal, nem? Hát igen. Ugye? Pont egálban vagyunk, ugye a héttel, mint most én képviselem a hallgatókat, ugye? És hát most meg a Ferit akarom. Tényleg? Na. A Ferit. Neked mi a bajod így korra reggel? Nyíltam. Hát mert, hogy behúztam már a hétfőt. Nem, most arcoskodok, bocsánat. Szabad? Nyugodtan, hogyne, ja, imádjunk, hát végre nem mi, persze. Szóval mond. És a Ferinek a torkát akarom. Ja, hogy tegnap nyert, és akkor most... Hát, na, és akkor ott, ja, hogy már behúztam a Ferinek. Veled se jönnék egy háztalanában szívem. Igen. I am Dragon. Szóval azt mondod, hogy akkor tegnap megcsináltad, de akkor majd most megmutatod, hogy a győztest akarod. Most megcsinálom én a Ferit, jó? Na, az jó, hát azt meghallgatjuk, legalábbis. Verván, nem vagyok én ilyen részes különben. Csak... Te mivel foglalkozol, Kata? Én kérek, kereskedelem, vendéglátás. Jó pincérasszony vagy, vagy pultos? Mert nagy... pultos, inkább, bár voltam pincér, mikor felekkora voltam. Értem, akkor azért ez a nagy szám, de kell. Igen, vendéglátás amúgy, tehát mindenképp a Ferit akarom. Mindenképp a Ferit. Szegény. Jó, mi ez, kis krics, mi vagy étterem, vagy mit üzemeltet? Hát most nem dolgozom. Most ezen a 6 hónapos támasz közmunkám voltam, most szerdán lesz vége. Ki vagyok oktatva, úgyhogy tyuhaj. Mindenhez értesz most már. Ez még csak az oktatás része volt? Nem, annak már vége, hát ez novemberben egy kis kapirgálás, 4 hónapig tanfolyam, és most még 1 hónap kapirgálás, ez így zajlott országszerte. Aha. Úgyhogy. Na jó van. Ennek lesz most vége szerdán, holnap. Nagyon szeretnél egy ajándékcsomagot. Igen, a bögrére hajtok, mert Angliába visztem ki, ha sikerül kijutni. Tényleg? Na, mit csinálsz Angliában? Kérlek szépen, a fiam kint van 3,5. De elmondom most, jó? Figyelj, van három idő, hát majd a játék alatt is persze. Ja, oké, rendben. 3,5 éve kint van a csemetém, úgyhogy a shift manager, van egy olyan hálózat 60-as években, Domino Amerikába kiépült, pizzeria, és Angliában 80-as évek környékén, meg talán Évagyúzsország Bacskóciában is olyan franchise rendszerrel sem működik, mint a McDonald's, és ott shift manager is megyek futárnak. Komoly, ki el is költöz? Ki is költözöl? Innen megyek. Hát nem a politikában nem foglalkozunk, úgyhogy... Aha. De milyen az embere oda arra vetemedik, hogy a saját fiához menjen el futárnak, milyen érdekes sorsok. Igen, mert hogy ne tartson már el a fiam, tudod, aha, mert kb. 1,5 éve igen, tehát én kitartott nő vagyok. Egy pasi kitart. Hát figyelj, nyilván én mindig úgy gondolom, hogy tudod azért, amit a gyerekbe beleteszünk 20-30 év után, azt egy kicsit viszonozza, és segít egy szülőnek, azért az jár is egy kicsit. Ez így természetes, de is helyesbitek, az így helyes, mert hát nyilván anyja vagyok szegénynek, de azért nem ez a természetes, hanem az, hogy boldogulnak a fiatalok, a szülők meg már. Nyilván, persze. Tehát sajnos nem így kéne, hogy legyen. Jó, na nézzük meg, hogy mire mentek egymásra a játékkal, jó? Jaj, nagyon oda kell tennem magam. Nagyon, mert most már nagyon felvezetted magad, igen, úgyhogy szorul a hurok. Ajaj. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Kata, szerinted örülni fog a fiat, hogy megkap téged házi sárkánynak oda Angliába? Biztosan örülni fog, bár azt kikötötte, hogy
az, hogy egy helyen lakjunk, az kizárt. De, Ferkó, figyelj, hallom a századik receptet. Szeretnék kérdezni ezek szerint. Szeretnék bizony. Igen. A századik ilyen, receptet. Ilyen, ki is mondtam, jó van, meg vagyunk. Te már! Én elmenekültem, elmenekültem. Kata! Hát ez annyira potya volt, miért csináljátok? Dehogy volt, hogyha véletlen kimondta, szerintem pont a túlzott koncentrálás miatt, mert hogy a Feri is érni akart, mert hát így bekostolnak. Kicsit jobban akartam kínozni. A jó játszottál, ügyesen játszottál. Újra. Én újra játszom. Feri, én újra játszom. Nem kell. Nem, a megvan az tetszett. Simán leverlek, másodjára is. Még én ettől félünk. Ugye mi játszottunk. Nekem már sok egy, tehát nekem egy beszélgetés is sok volt itt az elején, gondoltam, szabaduljunk hamar. Imádom. Igen, lehengerlő vagyok, majd halljátok be. Én ezt imádom, figyelj Feri, leverlek másodszor, hogy akkora duma, na így kell, tehát ez tényleg így kell. De akár hanyadjára is, tehát nem gond. Figyelj, egy évben van kb. 260 megszeppent hallgatónk, 10, aki zavarban van, 30, aki nem akarja elmondani, hogy honnan hív minket, 50, aki túl akar lenni gyorsan, és ha nem nyer, akkor ránk teszi a telefon, nem? Így van, vannak a normális hallgatók, és vannak a nagyszájúak, és vannak a jófej nagyszájúak, aki ráadásul úgy jófej, hogy jól áll neki. Az na most te az vagy. Köszönöm szépen. Mert hogy tud úgy is nagyszájú lenni az ember, hogy arcoskodó, hogy közben nem áll jól neki, vagy nem szimpatikus, és ezt gondolod. De hogy neked ez így tök jól áll, ez a Feri level. Hát erre a kicsikus rá is játszottam persze azért, meg tényleg a Ferit akartam, mert ott tényleg annyira büszke volt reggel, nem mondom, majd adok-e én neked. Most is ugyanolyan büszke vagyok. Azt hittem, hogy a paraszt gyereket akarja a parasztiány. Figyelj, jelen pillanatban azért büszke, meg azért vagy mindannyian, mert annyira örülünk, ha nyerünk, hogy utána 10 percig erről beszélünk, mert annyira megkopott a fényünk, hogy itt minden győzelmet utána kimegyünk és megünnepeljük az italautomatát. Mi megbecsüljük a kicsit is. Bizonyám. Újra visszakerülünk. Oké, mert Jani is, hogy ebbe kell húzni ezt a hetet, és akkor meg vagyunk, meg itt, hát mondom, ezeket a fiúkat el kell kapni. Persze, meg így semmi. Izgalmas, érted, így holnap fog eldőlni. Persze, na. Holnap majd picit játszom, aztán. Így van, majd visszahozod nyilván. Kicsit látom megint a csetlés botlás, holnap megérkezem, aztán rendezem a sorokat. Figyelj, Kata, jó utat neked, vigyázz magadra, jó? Oké, köszönöm. És, hát ez még júliusban lesz összedékes, de köszönöm. Akkor addig is vigyázz. Addig is vigyázz magad, és egy szép ajándékcsomagot küldünk neked, vidd ki a fiadnak, vagy tarts meg, amit szeretnél, a többit vidd el neki, és akkor egy kicsit ott vagyunk veletek is. Jó? Jól van, köszönöm szépen. Oké, na jó utat. Na, jó, sok szerencsét. Imádlak benneteket. Hello, Kata. Online hallgassál minket kint is. Hát igen, hogy kell ott online hallgatni, mert hallom, hogy néha, hogyha beszéltek így, ha éppen szól az online, hatán. Akkor a morningshow.hu-ra fölmész, és az élőadás. Ennyi, tök egyszerű. Vagy pedig egy telefonos applikáción is ott vagyunk, a morningshow-s applikáció, a iPhone, az Androidnál nem tudom, hogy ott vagyunk. Ott vagyunk? Előbb voltunk. Nem tudom, majd valakit keresek, mert bevallom. Olvasni, beszélni, számolni nagyon tudok. De a műszaki analfabéta vagyok. Majd a gyerek megmutatja a fiatalokat. Persze, azok jobban értenek hozzá, úgyhogy ők helyesek. Töltsél le minket okostelefonra, rámész, élőadás, elindul, és én vagyok az okos, nekem elég a sima telefon, Balázs. Oké. Csak adott egy kicsit neked. Szevasz, Kata, ciao. Hello. Én bírtam. Nagyon jó volt. Gyerekek, akkor hogy állunk? Egy-egy. Egy-egy. Ajjajajaj, ez nem túl fényes. Nem baj, még... Nyugodtabb lettem volna, ma beütjük, de beütjük holnap. Beütjük holnap? A holnapi nap több szempontból is izgalmas lesz. Igen. Már 6:50-kor. Már 6:50-kor nagyon. 2 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Gyere vissza! Gurulok. Csak kinyomtam a klímát, nem? Masszív 21 fokot nyomott egy fél órája, és kicsit kezdett deresedni a szemöldök. Kicsit merevedett a gerincet. Igen, kicsit itt, hogy rám nyomta ideget, beálltáltam. Hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel. Miskolcon a Pesti úton mérnek a zsekák. Fekete Skoda Oktáviából Tamás küldte nekünk. Sziasztok, Kispesten a Hunyadi út elején a rendőrök bevackoltak egy lesötétített kék G-Astrába, és lézerrel védekeznek a nagykörösi úti felüljáró felé 40-nél gyorsabban botorkálók ellen. Hú, hát nem akármilyen közlekedési hír volt ez. István küldte nekünk, Váci úton baleset, Újpest felé üzeni Oszkár, M2-es tiszta, üzente nekünk Johnny 76, és a Váci út újpesti részén a városba felé vezető oldalon a zöld benzinkmutár baleset miatt torlódás van, már most ezt Gyufa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megvan a, hogy kinek menne akkor a térkép, nem baj? Lehet? Lehet ilyet csinálni, hogy az érdi szemen? Jó, nem szép, de a tiéd, jó, nem, csak megkérdezem. Bármit. Jó, mert itt van, hogy óbudai vagyok, az jó, mert hogy mindketten azok vagyunk. Faterom tengerész volt 35 évig, és imádja a történelmet. Tessék. Ezzel együtt a régi térképeket, úgyhogy valóban jó helyre kerülne. Tomi Dárt küldte nekünk, rengetegen jelentkeztetek, hát őt választottam, úgyhogy akkor ő majd Anna visszahívja.
tudom, hogy visszahív téged Anna, és akkor megkapod a térképet, illetve a papa. Jó? Aha. Bekeretezzük, illetve pontosan összehajtjuk szépen, valahogy úgy küldjük, hogy ne gyűrödjön össze, és akkor papának lesz egy-két örömteli perc, amíg nézi a lápot és az igen, ingoványt. Megkeresi, igen. Tudtam, hogy láp. Igen. Megmondta a Bali, láp. Balázs, megmondta, hogy láp, akkor tényleg. Ingovány, Bali, mit mondod? Ingovány. Nem, tényleg, tök szívesen adom meg, ne kallódjon ez, úgyhogy akik nekünk akartak örömet szerezni, ők most közvetlen, akkor nekik is szereznek. Ez így jó, szerintem. De nem mond, hogy nem érdekel-e például az, hogy tudod, hogy azon a helyen, ahol laksz, van egy tér. Mondjuk nálunk Lőrincen szarvas csárda tér. Igen? És sehol egy szarvas, meg sehol egy csárda, és nem izgat, hogy megtud, hogy akkor mégis miért kapta az a hely a nevét? Nem. Na jó. Feri? Annyira érezte, hogy ez meg. Bővebe rohadtul. viszont az Inex is sokan szerettétek. Ez jó is, jó is volt, igen. Én most egyetlen dolgon gondolkodom, de nagyon erősen, hogy vajon... miért nem volt még Hollywood örvényes? Hogy most mit csinálhatnak ebben a pillanatban a parasapusztai szarvasok? A parasapusztai szarvasok? Uh-huh. Hallgatták a tegnapi adást, már és melekülnek. Már lesben állnak az útszélén, hogy kiugorjanak az adott pillanatban, vagy? Remélem, hogy nem, mert ott nekem rossz emlékeim vannak szegény kis őszgidákról. Figyelj, csak négy szúnyog hálótok. Picit éles váltás, de próbálok követni. Szúnyog, háló? Nem tudok a szemedbe nézni, mert egy akkora szúnyogcsípés van a halántékodon. Kérdezni akartam, hogy minő ott. Az egy vérszúnyog. Figyelj, most már egy 10 forintos átmérőjű piros gilva van a homlokodon. Ez az ész, ahogy ki akar jönni. Akkor ne haragudj. Aha, nem, az a... Tehát ez az eszem. Úgy annyi érted, van, hogy menekül. Hol vagyok, úristen? Mi ez a sötét? Engedjenek ki. Itt nincsenek barátok. Nem, egyszerűen annyira okos vagyok, hogy valahol ez a kiválasztás. Tehát jön ki az ész, és léket üt a fejembe, mint egy jó dinnyén augusztusban. Aha. Egyszerűen jönni akar ki, akkor megnyugodtam. Hogy aztán átmenjen a fejetekbe. Érted? De mindig mondom, hogy kis eszem, maradj itt, kis eszem, ne menj el. És akkor így mindig visszahúzódik. Ennyi. Mint amikor Feri, mit tudom én, ünnepeltek egy nagyon kedves barátnak a névnapját, és akkor, amikor már egy idő után már a verítéket is 40 fokos. Érted? Ja, ez ugyanaz. Nem, már mindig rólam beszélek, már nem akartam elmondani nektek, mert egyébként 2-től 4-ig belháborút vívtam egy szúnyoggal konkrétan, aminek ez lett az eredménye. Ügyes. Csak már gondoltam, ha bejövök, és most megint elmondom, hogy milyen kalandjaim voltak, már tényleg elmentek kávét inni élőadásba. Komoly harc lehetett egyébként 2-től 4 óráig, mondom, se kell, hogy 2:30-kor voltam fönt, azóta nem aludtam, 2:30 óta. 2-kor megriadtam a szúnyogra, 2:30-ig visszaültem, és 2:30-tól 4-ig szúnyogot ültettem egy párnával. Egyébként figyelj, ráakasztatom a táskámat, mert kicsit zavarít a hátam. És a rohadék azt hittem, hogy leütöttem, azt hittem, hogy meghalt, lefeküdtem, ugye 3-4 körül, és akkor utolsó erejével még mindent. És elmászott az arcodra. Hát vagy lehet, hogy az édesapja jött bosszút állni. Igen, az édesanyja, mert ő csíp. Igen. Bosszút állok apáért. Már ugye apa nem csíp. Igen, anya csíp. Anya de apa röptette oda valószínűleg. A haldokló szúnyogot. Arra van a gyilkos. Az ott fekszik. Ott hortyog. Igen. De ez sem egy laza másfél óra. Meg vagy kispárnával megyek. Tudod, hogy hajtok szúnyogot, fölnyomom a lámpát, az elemlámpát a telefonomba. Aha. Igen. Azzal másik kezed. Igen, nagyon jó. Látom. Másik kezembe párna, és indul a szúnyogvadászat. Egyik szobában a gyerek alszik, néha csak aludja. Egy ilyen puffanás. Fölül apuci, mi volt az? Mondom, semmi. Apád vadászik, ne törődj be. Szokásos. Viki, feküdj már vissza. Mit csinálsz? Hiszen én megmegyek. És megölöm. De figyelj, a szúrás illetve alapján pontosabban egyébként... csak próbálom kikergetni a szobából. Feri rossz úton járt, mert hogy ehhez nem szúnyogállok el, hanem vadrács. Ez egy kiharapta. Ősztörő, vagy gajtörő, vagy nem tudom mi ez. Olyan rafkósak ezek a szúnyogok. Tényleg, tudod, hogy nekem már régi elméletem az, hogy ők egyáltalán nem hülyék, de nem, tényleg. Szóval, hogy... Tudnak valamit. Egy kis aloe vera kell rá. Sörögjünk rá a lékasi karcsira. Nagyon gyorsan egyébként lehozza. Nem a karcsi. A verát? Tényleg egyébként. A aloe vera helyett ez a Tóth Verát, ez nem jó. De menni kell, hanem csak az aloe vera jó. Tóth Verát nem jó. Hogyha Verát ráültetjük. Verát ráültetem, hogy üljön bele. És kijön a másik oldal. Beleültetem Tóth Verát, akkor mi lesz? Még Verának jó lesz, akkor a dudor van itt, már egy Verának jó lesz. Viszont mit olvasok én az interneten egyre több helyen, hogy Pákó halál hírét keltik. Olvastátok? Nem, de most már több helyen lejött, hogy meghalt a Pákó. Igen.
tudod, ez mindig megvan, hogy meghalt Chuck Norris, meghalt a Schwarzenegger, meghalt Sobert Norbi, meghalt Pákó, de ezt valaki mindig földobja. Igen. És aztán általában ezeket cáfolják, de most már nem egy ilyen hírportálon, meg interneten, meg Facebookon terjedt, hogy a Pákó ne halálozott. De nyilván valaki a halálhírét kelti, csak így eszembe jutott, hogy úgy sajnálnám, ha vele régen nem látták azért. Ne, de szerintem ez egyszerűen csak ezt, bedobják a nevét. Lehúzva a redőnye? Nem, régen hallották az Adi, de a Didi című sorai. Hirtelen elhalálozott. Figyelj, mert ha csak azért keltik a halálhírét, mert mondjuk nem nyit ajtót a villanyszámlásnak már nagyon régóta, azt azért megérti az ember. Csönget, senki nem nyit ajtót, és nincsen benne motozás sem, akkor még nem jelenti azt, hogy elhalálozott. Hát hívjuk föl. Csörögjük rá szerintem. Nézzük meg, hogy mi van. Nem? Hát csak egy pillanatra, hogy ilyen jó, minden oké, jó. Nehogy aztán itt baj legyen. Nem? És nem ír, semmi konkrétumot nem ír meg? Hogy mi van? Nem, de csak mondom, olvastam Facebookon, tudom, hogy nem igaz, csak az ember ilyenkor kicsit úgy tudod, hogy mi ez a hülyeség. Hát ez nem jó jelent. Hát nem, hát egy... A remény hal meg utoljára. Na, most mi van? De a Viki, ugye már a tegnap olvasta ezt a hírt, próbált, nem veszi föl. Próbálta tegnap hívni, meg hogy válaszoljon neki SMS-ben, de se a hívása, se az SMS-e egyébként nem válaszolt. Most se veszi föl. Furi. Lehet, hogy ott van benn valahol a lakásban. Hát a simán lehet, hogy a Pákó ül a lépcsőházban, kizárta magát egy napja, és a telefon meg a lakásba csörög. Tehát azért a Pákónál ugye sok minden lehet. Tehát nála nem tudjuk egészen pontosan. De hol lakik, azt tudjuk? Egykori lápon. Onnan már elköltözött, ahol lecsapolták, ott épült egy lakótelep is abban. Onnan már elköltözött, ahol mi voltunk. Elköltözött onnan? 150 éve láp volt, az biztos. Nem csak azért kérdezem, mert a Viki tegnap írt, és mindig felveszi, vagy ha nem tudja fölvenni, azt ilyen 4000 oldalas SMS-ben válaszol. De tudod úgy, hogy 160 karakter, vége, plusz még 1000 karakter, még vesz 10 karaktert, még hozzád 36, 4500 karakterben válaszol mindig. És hogy semmi. De hogy így mi lehet? Nem lehet, hogy nem tudom. Nem lehet, hogy külföldön vált? Mi azt mondja, az ugye erdélyi? Lehet, hát, hogy nem ott tudom, ott... vagy leköltözött a Balaton-Edericsi Afrika múzeumban, nem? ott egy csomó olyan tereptárgy valami ismerős számára. Barátai. Figyelj, 14:59-kor küldött neki üzenetet, a Viki meg se kapta. Tehát ugye ott van, vagy kézbesítve, és akkor látod az iPhone-on, hogy elolvassam. Hát ez ilyet is tud, nem tudom, az Android-nál, hogy van ilyen. Hogyne volna, tőlünk loptát. És aztán tegnap 19:25-kor még egy SMS, szintén nincs kézbesítve, szintén nincs elolvasva. Semmi. Lehet, hogy ott fekszik. Akarom, hogy baja legyen, mert ő azért olyan kis elveszett bárányám. Tehát, hogy lerakod a Calvin téren, nem biztos, hogy hazatalál a következő két hónapon belül. Tehát azért vannak hiányosságok. És lehet, hogy itt egy fél méterre ott van tőle a telefon, látja, hogy hívod, ott fekszik a gyékényen, és akkor így izé a Balad. De lehet, hogy elrabolták? Hát. Nem? Na most kinek kell a Pákó? Hát azok az idők már elmúltak, amikor megjelentek rossz arcú holland hajósok. Hát igénye erre nincs. Na jó, várjál, följön még egyszer át. Rosszat sejtek. Nehogy valami kis baja legyen. Én úgy kedvelem őt, én nem szeretném, hogy baj, olyan is aranyos. De lehet, hogy elkapott valami olyan betegséget, ami náluk nincsen. Mondjuk az már elég régóta éli, nem? Egy durva mumps. Nincs Afrikában mumps? Nem tudom, majd. Vagy nem így hívja. Kérdezi valaki jogos, hogy miért venné fel Pákó, hát meghalt, nem? Tehát, hogy mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy tényleg miért venné fel? Akkor hír igaz. Tényleg, hát micsoda ellenmondás. Nem veszi föl. Hívjátok Bot Zolit ide valaki, hogy fogja. egyébként. Zoli nagy baj van, elszabadul, a legnagyobb fenevad elszabadul, meg kéne fogni. Igen, rácsörög a Szilágyira, érted, ahol ketten megjelennek, ott szerintem előutóbb a Pákó is bekerül a hálóba. És mi a hazament Afrikába? Az a baj, nem tudja, hogy hol lakik. Ja. Sokan felélegeznek. Tehát az a baj, hogy egy gyorsforgalmi eltéved. És abban van legalább egy átszállás mondjuk Frankfurtba, nem kicsi a reptér, de mondjuk Amsterdamon keresztül megy, az se kicsi. Tehát szerintem nem megy haza. Kimegy, meglátja azt a nagy repülőteret, és mondja, hogy ez nem neki. Az nem lehet, hogy Erdélyben van?
hogy tovább próbálkozik. Ez a románc neki, igen? Lehet, hogy, ő egy ilyen, tényleg egy ilyen állhatatos srác, aki nem adja föl könnyen. Igen. Mondjuk vannak megnyitató hírak, mert Deco írja, hogy Gödöl láttam, igaz, 2 éve. Tehát, hogy hát, igen. Tényleg nem lehet, hogy most van az esküvője? Nem, mert ugye a papa nem engedte el a lányt, ugye? Tehát ott volt valami kis zavar, hogy ugye elment. De lehet, hogy hónapja beszél. Hát elment megkérni a lány kezét, de a papa úgy a puskával fogadta, és kikergette a megyéből is. Igen, a papa nem annyira örült, nem hogy egy ilyen furán beszélő afrikai, félig magyar, félig afrikai fiú valami félszerzett, ugye el akarja venni az ő lányát. És ugye nagyon jó tanácsokat adtunk, hogy vigyen neki tyúkot. Na most ő vitt, de a papa nem volt túl barátságos, nem sikerült a lánykérés, és nem lett esküvőse szerintem. Utána mi hívott, hogy menjünk, mert ez egész egy ilyen fura dolog volt, elmaradt. És most lehet, hogy még mindig ott kergeti a gyilkostok környékén a pater egy két csövővel. Hogy minden gyerekkel üdvözlök, hogy ha nem takarodsz el a lányomtól. Papa, ne. Nem, de gyerekek, ha valaki tudja, hogy hol lakik a pákos, szóljon, fölhívunk egy szomszédot és bekopogtatunk vele, jó? Uh-huh. Valakinek a szomszédja csak a pákó, hát akkor egy szomszéd kell, hogy tudja, hogy hol lakik a pákó, nem? Nem gondolnám, hogy sokan büszkék erre, de hát ha... Hát ha ott látják őt ott motoszkálni, persze nem biztos, hogy ott lakik. Csak lehet, hogy oda próbál bemenni. Hogy valaki írja már meg nekünk, valamilyen hallgatónk. Én utoljára talán Zuglóra emlékszem, mint a Zuglóban lakott volna. De hát amikor mi voltunk kint nála, az volt Zugló. De onnan már elköltözött. Vagy nem, lehet, hogy így önkéntes számüzetésbe vonult. Viki mit írt neki? Hogy nem tudom. Azt kéne írni neki, hogy hívják, hogy lenne egy hakni. Tápió Györgyén. Arra biztos, hogy reagál. 500 000 plusz áfa. Két dalt nem, kell előadni. Nem, azt nem hiszi. Két dalt kell előadni, plusz úti költség, plusz minden. Remélem tényleg nem valami műsorra lesz, és azért most egy ilyen bújtesdel pákod dolog van, mi meg itt promózunk valamit, amiről nem tudunk, mert azt nagyon a szívemre venné, ha fölülünk egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz promónak, hogy itt valamit műsor promó van, mert azt nem szeretem. Vajon ki dobna ekkorát, hogy leszerződhet pákot? Ki merne ekkorát dobni? Ki bízná a saját műsorát egy időzített bombára, nem? Zugló. Paksál part. Zugló itt lakik. Mondtam, hogy Zugló. Paksál. Ott voltunk mi, de onnan már elköltözött. Igen? Amikor mi kint voltunk nála, egyszer emlékezhetek? Igen. Az volt ez a... Ó, ez már nagyon régen volt. Paskál park az a szem, vagy Paksál, vagy nem tudom mi. Ott voltunk mi, de onnan eljött. Szerintem. Ez a zuglói Paskál strand, és a mellett a Paskál park? Igen. Igen? Uh-huh. Igen. Mit mondtam? Igen. Paksál. Először Paksál. Ja, Paksál. Paksál part, nem, az a Paskál part, az a ott a zuglói Paskál strand mellett van az a Paskál, igen, ahol... ilyen újépítésű házak. Zuglói Paskál strand, kiváló. Tényleg? Ez egy tényleg jó strand. Jó, most hívjunk föl valakit a strandon. A Paskál strand. A fulladt a medencébe. Elnézést. Úszómester úr. Ha nem tudom, van-e benne víz, de ha van benne víz, kotorjanak már bele, legyenek olyan kedvesek, egy kedves barátunk. A strandon csak van egy úszómester, azt át tudjuk küldeni a parkba is. Hogy menjen a lakóparkba, nézessük meg. A papához nincs telefonszámunk véletlen? De jó lenne, a papát föl tudnánk hívni. Egy igazi... Akit, az ő apját? Vagy? Nem, ja, az após jelölt. Az após, de a lány papát kérdezem, hogy a lány papához nincs szám, hogy milyen benyomásai voltak Pákorról. Hogy kinyitott az ajtót, tudta, hogy a lánya érkezik a vővel, egy szép szál legényt várt oda, egy jóféle pálinkával a kezébe, és ott állt a pákó. Tudsak. Kinyílt az ajtó, abban bőle meglátoztolt a német juhásznak. Bepetyár, fogd meg! A fegyveremet! Hol a muskát? És abban a pillanatban kettőt belelőtt a pákó, mert azt hittem, hogy ami nagyon ritka medve. Lejött a hegyek. Ott áll a lánya mögött. Vagy ha úgy kopogott be, hogy előre ment a lány, és a lány mögött állt a pákó, akkor a papa csak egyet kiabált, hogy hasra, kislány! Hasra, lányom, hasra! Nézd már, mi ez itt az ajtó előtte? Nézd már, bügyök, melyet az, ami mindenféle előtt a hegyekből. Nézd lesz az ordras, két lábrát. 50 éve itt fog ne ilyet, még nem láttam. Két lábrát az ordras, hallod, kikapom a fogát, nézd már meg. Na mindegy, hát reméljük, hogy él. Hát. Komolyan mondom. Tehát,
hogy nehogy, nehogy valaki bántsa azt a gyöngyszemet, azt a jó lelkű... A fekete gyöngyszeme. Tényleg azt a jó lelkű... Belét. Jó lelkű kedves fiút, hát, komolyan. Igen, igen, de mondjuk... Mindegy. Elnézzük meg a Pascalon. És minden most, hogy menjek egy elem lábával, motorkáljuk a Pascal strandon. Nyomás a Pascalra. Ez jó, nyomás a Pascalra, mint ami gyerekregény. A gyerekrablás a Palánk utcában. Emlékeztek erre? Ezt megfilmesítették, volt könyvben is. Gyermekrablás a Palánk utcában. Nyomás a Pascalra. Ez tök jó. Szerintem ez játszik jó benne a fiatal. Geszti Péter a fiatal, nem? Igen, a kis atyák, a kis Berkes Gábor. A kis Berkes Gábor, nyomás a Pascalra. Tényleg, mint valami régi gyerekfilm. Itt van a Pákó az M6-oson. Na persze, az előbb azt értek, a naplástónál. Hú de cikázik. Hú de gyors ez a fiú. De most tényleg, hol van? Itt van a Pákó az autópályán. Nem vagyok benne biztos, írja egy hallgató. Aha. A Facebook oldalán posztolt is a halálhírét keltőknek. Aha, tehát akkor lehet, hogy még életben van. Hát de nem lehet, hogy automatikus üzenet? Most látta Pákot, lement örvényesre. Ja, igen. Mi van, elrabolták, és valaki helyette posztol? Egyébként tényleg, ez simán. És azt mondanák, hogy 1 milliót adjatok Pákóért, összedobnánk? Most tök komolyan. Nálam nincs cash. Nem, ne arra, hogy érted, én a családfent tartom. És fölhívd engem, hogy Bali, te vagy a barátom. Segíts nekem. Ez neked van. Elraboltak, 1 milliót kérnek. Most becsörögne. És nem mondanám meg, hogy összedobnánk? Nem mondott még ezen, de a próbálkozott be. Nem azt mondja. De akkor te csak által 300-at adjál már, barát. Nagyon nagy baj van. Te téged hív, és nem azt mondja, hogy Jani Feri Balázs adjatok össze 1 milliót, hanem téged jó, hív, akkor hogy nincs 1 millió. De akkor úgy, hogy Jani Feri Balázs adjatok 1 milliót. Aha. Nézzétek már meg, hogy van-e a posztban helyesírási hiba, jó? Aha, tényleg. Na, ha nincs, az nem ő. Akkor az nem. Ha ékezetekkel írta, és túl jól írta, akkor az nem ő. Én nem látom a Pákó oldalát, nem vagyok Facebookon, de nézzétek már meg, hogy mi van a posztjában. Tökéletesen igazad van. Ha első nekifutásra el tudjátok olvasni a posztot, akkor azt nem Pákó. Akkor viszont biztos, hogy elrabolták, mert mi történik, akkor valaki helyette posztol. Így van. Ugye? Így van. Tehát akkor viszont azt hiszik, hogy mi erre nem jövünk rá, de Pákó gépét megkaparintotta valaki, tehát behatoltak a lakásába. Így van. Vagy tudják a jelszaván, és bementek egy idegen gépre. Ha a gólját Y-os hívvel írja, az igen, nem ő. Fekete igen. Pákó hivatalos oldala, 2780 ember. Na, lájkolta. Már megbukott. És hogy írta a stadion? Pontos éve vagy a Y-nal? Esküvő galéria. Gyerekek, nyugi van, a rossz akaróim pedig elkezdhetnek szomorkodni, mert élek és virulok. Ha esetleg valaha meghalnék, mindenképpen nyilatkozni fogok, legalább a Bliknek és a Borsnak a halálom részleteiről. Ez nem ő. Ez nem ő. Ez egy értelmes magyar nem mondat. Ez túl szép, túl kerek. Ez nem ő. Aha, meg a két újságnak az említése már jelzi. Hogy akkor valamilyen... Igen, vagy promóció. Van. Igen, valami külső. Hát törje le a kezem, ha még egyszer följön. Hát figyelj, nem fura, de hogy pont ezt a két lapot? Miért nem azt írja, hogy a bulvárlapoknak? De nincs benne hiba. Tehát tényleg azt nem tudja jól leírni a Pákó, hogy hajó. Ennyi. Ugye? Tehát ez képtelen. Tehát nem tud jól, én láttam, hogy ír. Ebben nincs hiba. Miért van fönt az oldalon egy kólamackónak a képe? Most ez így... Te melyiket nézed? Azt a fekete bánkó. Várjál, sok van neki? Hivatalos. Ne csörgessétek, neki? Ne csörgessétek annyit a Pákot, mert a mobiától zeng az egész patológia. Ha adtok 1 milliót, akkor nem adom vissza, írja nekünk Barna. Na jó, ha promóció, akkor nem foglalkozunk vele többen. Csak úgy hirtelen megijedtem. Na, viszont... Csak mondom, hogy ezt a posztot 2 napja tettek, és azóta semmi. Nem posztolt, aha, nem tett ki semmit, senki nem éri el, tehát, hogy ez még így azért aha, mindig nem áll össze. Jó, viszont mindegy, amíg Pákó előkerül, mondom, hogy ugye holnap van a repülős napunk, bizony. Várunk mindenkit 3-4-6-tól már a budaörsi reptéren, ingyenes a belépés, repül majd Jani az Alfa Jettel 9 óra után, hallgatóink repülnek, B25-ös bombázóval, 4 hallgatónk plusz Sunny Roland, a helyszínen lehet nyerni egy csomó minden, többek között egy későbbi időpontban repülés besenyeivel, Mihelisszel élményfutamot május 1-jére a nagyfutamra, Talmácsi mögé egy nagyon helyes csajt föl tudunk ültetni szintén a nagyfutamra. Pirelli ajándékok, relikviák, rengeteg minden kerékcsere ott a helyszínen, áthúzó repülők, helikopterrel leszálló főnök. Visító Jani. Visító Jani, visító főnök,
akit meg is reptetünk, ugye, úgyhogy Illés Tamás műrepülőpilótával. Úgyhogy nagyon sok minden történik. Mi ott leszünk ugye 3-6-tól, de érkezés fakultatív. Ki 7-kor, ki 8-kor, 9-kor repül Jani az Alpha Jettel. De ott egész nap, illetve egész délelőtt történik van, valami. De aki fel akar kerülni a vadászbombázóra, annak érdemes azért korán jönni. Igen, nagyon korán sorsolunk. Nektek már kint kell lenni. Így van, nagyon korán sorsoljuk azokat, akik mennének a vadászbombázóval, ez lehet, hogy egy különálló ember lesz, lehet, hogy egy család lesz, ugyanis nekik ugye át kell menni Tökörre, és ők helikopterre mennek Tökörre? Nem, busszal. Busszal mennek át Tökörre, és a tököli reptéren tudnak majd felszállni a vadászbombázóra, és onnan tudnak menni egy élménykört. Rengeteg helyszínen kiállított gép lesz, egy-kettőt talán meg lehet nézni belülről, legtöbbet kívülről, már az is nagyon nagy élmény, közben légiparádé zajlik. Úgyhogy holnap várunk mindenkit szeretettel, mi 6 órától ott vagyunk. 7-kor már repülünk a főnökért, úgyhogy és ki is kell választanunk. Utána ő is repül, és lehet még a főnököknek jelentkezni egészen nyugodtan. Most van még egy dolog, ugye, még egy főnököt megígértünk, hogy elhozunk, nem? Vagy az nem főnök? A Mihelis? Nem, az bárki. Ő bárki lehet. Bárki? Aha. Ő bárki lehet, így van. Ma 10 óráig SMS-ben kell jelentkezni azon hallgatóinknak, akik Pesten, Pest megyében laknak, ugye hát itt sajnos muszáj volt szűkítenünk, akit a mi Norbink holnap a túrautójának megfelelő hétköznapi utcai autóval odafuvaroz hozzánk. Ennyi. Ez egy tulajdonképpen egy élményutazás lesz, tud találkozni a kedvencével, tudnak beszélgetni, kicsit egy-egy egyenesben a Norbi oda is tudnak az autónak lépni, de ez tulajdonképpen egy ilyen kis élményautóztatás lesz, amit Norbi vállal, hogy holnap elmegy reggel egy általunk kijelölt helyszínre, ott fölveszi a hallgatónkat és odahozza nekünk. Ennyi, csak annyit kell mondani, a kölykös mosolyú egyébként nagyon kultúrált, visszafogott és tehetséges pilótának, hogy Kőérberki utca 36-ba legyen. Igen, ha azért az a gyerekek, az jó, hogy a Norbi beáll az a házad elétele, Tipex beülsz a Verdába, aztán hadd szóljon. Igen. Az jó. Visztek neki egy kávét, megisszátok, megálltok valahol, lesztek valamit, és utána jöttök a helyszínre. Jó, aki jön Norbival, ő szintén meg tud szólalni, Norbit is megszólaltak. Úgyhogy jó nap lesz. Milyen az idő, néztük? Gúz, te vagy a rádiónál, te vagy a másodpilóta, mi lesz? Elviekben túl sok jóra nem számíthatunk most így az elkövetkezendő napokban. Reméljük, hogy megúszunk. De ez csak ilyen záporzivatar, tehát hogy nem összefüggő esőfelhő, csak ahol kialakulott záporzivatar, nem? Hát zivatart mondanak. Uh-huh. Zivatart mondanak, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz idő lesz. Tehát azért valljuk be őszintén, nem mindig sikerül eltalálniuk a másnapi időjárás sem, úgyhogy reméljük, hogy megúszunk. Mi a különbség az ápar és a zivatar között? Hát az egyik jobban esik. Az egyiket később mondtad. Mindig az zivatart mondják másodjára, ennyi tulajdonképpen. Sosincs úgy, hogy zivatar, zápor már. Ugye? Tényleg? Mi a különbség az ápar és a zivatar között? Én ezt mondanám, az zivatart mondják másodjára. Nem? Tessék? Már a második betű előbb van, ugye? Z, de a másiknál A. Jó, oké, csak én meg azt gondolom, hogy amelyik valószínűbb, azt mondod előre. Tehát ha az ivatar a valószínűbb, akkor utólag mondanád az ápar. Nem, csak annyit hallottam, és ugye ez is milyen egyszer, minden nap hallod, és 10-ből 10-re beszél, nem tudja, milyen különbség az ápar és az ivatar között. 7:30 pontosan 5 perccel lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire, akik szeretnék Mihelis Norbival elautóztatni saját magukat, írjanak nekünk SMS-t. 10 óra után választ majd Júli egy szerencsés hallgatót. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, most olvasom, itt közben nézegetem a programot holnap, hogy 10:00 Budaörsi repülőtér, Bessenyei Péter még egy repülőbemutatót is tart az MS végén. Ászta neki. 10-kor? 10-kor. Menő. Hát ott csak ott úgy, kicsit még ott úgy. A végére? A végén egy kicsit még ott bolckodik, igen. Ezt így hívják, amikor ő repül, hogy bolckod? Nem, csak azt hiszem, hogy mi repülőbemutatót tart, az dögunalom. Szóval kicsit szórakozik még ő ott. Úgyhogy ez 10-kor lesz, érdemes kijönni. Ez csak egyfajta ilyen felvezetése az elsőjének, mert ugye akkor is lesz repülőprogram a városban. 2-től ott meg majd kezdődik az autós program, budai pesti alsórakpart, átívelő szakasz, stb. De hogy akkor ott, én ezt nem is tudtam, vagy ezt most realizáltam, hogy akkor ő ott repül nekünk egyet 10-kor holnap. Ez nagyon jó, és tényleg nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy nem tudjuk azt, hogy legközelebb mikor lesz kitelepülésünk Budapesten. Egyelőre még nem látjuk így előre az évet, de úgy néz ki, hogy még akár az is előfordulhat, hogy ez az egyetlen budapesti kitelepülésünk, ez a Budaörsi. Tehát, hogyha valaki szeretne velünk élőben találkozni, akkor az most tegye meg mindenképpen, jó? Hogy egy picit az idő mondjuk borongosabb, az ne riasztanás senkit, egyrészt mi is ott leszünk, másrészt meg egy esernyő is kész.
amit odaadtok nekünk. Így van. Tényleg 3 esernyő is kész. Igen, amit a kezünkbe nyomtok. Ha nagyon áznánk. De tényleg gyertek ki. Na, Norbi autóztatására nagyon sokan jelentkeznek. Valaki azt írja, hogy gyerekek, csaj vagyok. Igazából a férjem az, aki imádja a VTCC-t és imádja Norbit, de azt akarom, hogy engem vigyem el, mert lefotóznám a férjem fejét, amikor Norbi becsönget értem. Nagyon jó. Ez is korrekt. Ez is korrekt. Tehát nem feltétlen nektek kell Mihalis rajongónak lenni. Lehet úgy is, hogy a férje kedveli, de mégis ott az óra előtt beülsz a Norbihoz, és elviteted magad, féltékenyíteszed a férjed. Szép azért a szerelem, mi? Így van, a férjed megkeresi Norbit, összeverekednek ott a reptéren, beszáll az engő. Hatalma. Sok sikert az idényben, de most, hogy... Engem el a feleségem! Hogyan tegyük féltékenyé férjünket, ha nem Mihalis Norbival? Ugye? Szóval van ebbe perspektíva, többféleképpen ki lehet ezt a dolgot használni. Úgyhogy írjatok, jó, nem adásba fogjuk kiválasztani, hanem 10 után fogjuk kiválasztani. Na mi van, Gúszorú, már a gatyó a holnapi repüléssel kapcsolatban? Majd hívjuk a mi kis műrepülő bajnokunkat, majd 8 óra után, hogy megtudjuk, mi vár a főnökre, de hát azért rákérdezünk erre az Alpha Jetre is, hogy mondjon róla egy-két dolgot, hogy... mégis mi vár rád? Fölhívjuk majd Illés Tamás 8 után. Nincsenek egyértelmű testi jelei még a bennem rejlő feszültségnek, ha csak az nem, hogy 2 napja nem tudtam kakálni, de hogy majd ezt is megoldjuk. Információ volt, mint amire szükségünk van, de értjük. Miért vagy valaki azt, hogy kakilni az kedvelem, de valaki azt, hogy kakálni az viszont az a mira ronda, hogy az nem... Én a kakálni azért, szónál szerintem nincs ronda. Azért szoktam rá... Kakilni tök cuki, de a kakálni... Mert otthon is utálják. És nagyon azért szoktam rá. Legyen kakálni. Mi? Jó, de ugye azért kezdesz kicsit úgy ezzel kelni, ezzel feküdni, hát, Gúz? Hm? Hát most, hogy tegnap bedobtátok ezt a történetet, hogy utána valószínűleg be kell majd fektetni egy kicsit a gyepre, hogy magamhoz térjek. És ezt meglehetősen komoly arccal bontátok, én elkezdtem rajta gondolkodni, meg hát azért is kérdezgetem utána ott a fületek hallatára, annak, hogy vajon mit kell ennem, mit kell innom, vagy mit nem kell ennem, és mit nem kell innom. Ahhoz, hogy mondjuk jól érezzem magam, és utána ne kelljen a pilotának, a pilotafülkének a takarításával tölteni az idejét. Kicsit bepánikolt az idejét. Helyes! Pánikoljon csak, az egyébként. A jó. Figyelj, te most mi helikoptereztél, én szárnyon ültem, most mi pihenünk, nagyon röhögünk, nagyon felszabadultam, viselkedünk 10 óráig, nagyon élvezünk minden pillanatot, te meg telegatyóval nézel balra jobbra, hogy bali, Feri, ez már nem annyira vicces, mondjuk a Szani fölültet a repülőre, ugyanis, vagy ti ugyanis helikopterrel fogtok átmenni tökörre. És ott kapsz egy 10 perces kiképzést, belebújsz ebbe a géruhába. A Szani ott finoman neked ott tolmácskodik, mert hogy német a pilóta, és aztán beraknak a gépbe. Aztán hello. Nagyon jó. Német? Nem tudnak Gabi jönni? Hát, szerintem neki erre nincs papírja. Legyen a Gabi a pilóta? Nem tudom. Nem, Gabinak. A tolmács. Ja, a tolmács. Nem tudtam, hogy mire. Hát, bocsánat. Mire van papírja. Úgyhogy, hát nem tudom. Nem tudom, hogy mi lesz. Azért ez mégiscsak egy lökhajtásos gép, mégiscsak egy rugóval tud menni, úgyhogy... Hát nem tudom. Egy rugóval kb. Szerintem nem mész majd ezerre, szerintem egy 900-950, nem? Hát amit bír a gép, és én még azt is megbeszélném a pilóta, hogy fölmegy egy 10 km és lejti, tudod. Ha valamit tényleg, nehogy aztán itt nekem itt majd... És akkor most bekapcsolom az utánégetőt, de mivel ezt németül fogja mondani, én nem értem, nem tudok rá mondani semmit. Te csak mindig azt mondtad, hogy alles oké. Alles guten. Alles oké, Jürgen. És Jürgenet végig. Nagyon alles oké, Jürgen. Das ist csak gute Jürgenet. Position, az is jó. Das ist gute Position. Du bist Jürgen, klassische Luft Piloten. Bravo. Ha rám hallgatsz, könnyű vacsi. Jó? Igen. Semmi extra, egy könnyű vacsi. De ne, utoljára ne egyek egy jót. Milyen könnyű vacsi? 20 éve nem ettél jót. Ja. Miért mondasz olyat, ami 20 éve nem volt? Tehát, nem tudom, elképzelni, a vörösköles meg a szejtámból nem lehet csak igazán jót. 20 éve nem ettél igazán jót. De hogy egy könnyű vacsi. És reggel nem habzsidőzsi, nem ezt hozta egy hallgató, nem kis krémes, nem kis túrós, nem kis lekváros, ami szokott lenni ugye a kitelepülés, hogy 7 órakor már porcukros a szád, és 12-es a cukor. Tehát, hogy ez nincs. Jó, figyelj, azt meg kevés ígérem, folyadék, hogy... és aztán 9 órakor irány tököl. Jó? Áfonyásot nem eszek, nehogy azt higgyék, hogy vért hánytam. A répa meg úgyis van benne. Azt az meg mindenben van. Jó, úgyhogy komolyan, tényleg, tehát az, hogy ne reggelizél, az nem túlzás. Megmozgatja majd a gyomrodat. Ha reggel hoz esetleg valaki a kis házira is kokkot, az se. Ne, szerintem ne. Figyelj, semmit. Én emlékeztek, még a Lánchídnál ültetek a Lánchídnak a tetején, amikor repültem a Bessenyeiben. Emlékszem még a sikolyaidra.
Igen, és én sem voltam jól, amikor leszálltunk. Ott csinált orsót, forgott ide-oda, tehát ő ugye a műrepülőt azért könnyebben tudja mozgatni. És a levegőben is történtek dolgok. Csinált két spárgát, két spárgát, egy uramavasi gerit, két sárkánypörgést, rám vitt még a reptéren. Nem kérte senki, de ő csinált. Ilyetetlenül. Mondom, nagyon jó vagy, de hogy miért spárgázol. És... tehát ott azért megpörgetett a levegőben. Próbáltam nektek közvetíteni, de ugye nem voltam jól, amikor leszálltunk. Nem biztos, hogy egészen jól leszel. Most nem. De ki van számolva az adásmenetben? Jani 10 percig a betonon fekszik, úgyhogy ez abszolút benne. De úgy, hogy kihúznak a... Igen. Nem cserélhetem el a dolgot most még így? Nem. Így egy Margit-szigeti bringóhintózás? Nem, legalább annyira izgalmas. Figyelj, szerintem legyen az egységes tehervállalás, nem? Így is tehát van. Tavaly te tényleg kimaradtál, egy kicsit kimaradtál ebből. A fejemet fogod majd a Feri meg a lábamat, és úgy raktok be. Kicsit én úgy érzem, hogy tavaly te a megúszásra játszottál, ezzel a felmegyek a sárkányrepülővel, megnézem Bali a madarakat, meg kicsit közvetítek. Te ugye légtérfelderítő voltál tavaly. Nagyon ügyesen csináltad, de hát gyengés. Kiváló voltál. Uh-huh. Feri azért nem akármit repült helikopterrel. Én szerintem 5 évre kirepültem magam tavaly, hogy kiültem a szárnyra, az A2-esnek a szárnyára, elég is volt. Kiválasztás alapon csak te maradtál. Ha esetleg valami tragédia történne, akkor ígérjetek meg, hogy egy ágyútalpas katonai temetést rendeztek nekem. Jó, legyen rajta az összes kiváló katona jelvényem. Jó, van. Én biztos, hogy addig nem nyugszom, amíg valami várajában nem tudunk téged eltemetni. Tehát, hogy keresek valami... De ne közvetlenül valamilyen, hogy hívják, feltárás előtt meg ki is ásnak. Nem, úgy lesz, hogy... Találtam valami, de viszonylag frissnek tűnik. Igen, mintha tegnap temették volna. Nem, bele lövünk az egri vár falába. Ott biztos, és ott leszel így. Nagyon szép temetés. Ez legyen a márványtámadat, nem tudtam, mit csinál. Figyelj, ha... Igen, nem voltunk benne szintén. Soha nem tudtam, csinál. Igen, nem mondtunk el neki mindent, nyugodj békében, Jani. Igen. Kicsit a mi hibánk is, bocs, Jani. Azt meg tudom ígérni, hogy legalább 4 napig nem lesz morning show. Tehát, hogy... Ja, jó. Ez jó. Ez hogy akkor azt mondom, nem ez az, hogy ha veled valami holnap történik, akkor csütörtök, péntek, szóval pihenünk. Jó. Jó? Jó, ez biztos. És akkor csak hétfő jövünk. Jó? Jó. Tiszta? Ez nekem nagyon tetszik. Szerintem ez korrekt. Még annyit kérnék azért, hogy a márványtáblának ne azokkal vésesétek, akik Hajós Alfrédnek a táblája vésték ott abban az olimpiai parkban. Jó? Igen. Akkor mindenből egy kicsit több lesz. Ne legyenek igen. Akkor 6-szoros olimpiai bajnok leszel majd, igen. Na, megkérdezzük majd tényleg a mi pilótánkat, hogy Illés Tamás, hogy mit tud erről az Alpha Jetről. Ők azért ezt, azt hiszem a végsebesség tényleg ilyen 900 ezer körül van. Az finom. Az 900 ezerre nem lehet. Az űrhajóban. Hallod, az gyorsabb, mint a fény, ott sem. Na jó van. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Egy jó tanács, Jani, ne hányja mazokba. Ezt... igen. Egyébként tényleg. Igen. És valaki írja, az is nagyon jó, hogyha esetleg eresztetik egy galambot, akkor mondjam azt, hogy funkció good. Kinga, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Kinga, honnan hisz minket? Budapestről. Budapest, azon belül merre vagy? Hát most éppen Soroksáron. Soroksár. Mi volt ott 150 évvel ezelőtt? Fogalmam szintén. Láp és iszap. Így nekem, láttam a térképet, semmiről nem maradtál, ha nem láttad. Láp és iszap. Kinga, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Pénzügyes vagyok. Ó, hát az egy megkiemelt pozíción a cégnél. Bankban vagy cégnél? Cégnél. Aha. Komoly dologról van szó, vagy csak rolnizol? Hát elég komolyról. Komolyról. Mennyi megy át a kezeden? Vagy ezt így tudni? Sok, tényleg? Igen. Na. A pénzügyesek általában csajok, nem? Igen. Ugye? Bár egyébként nekem két fiú kollégám is van, de általában csajok, igen. Csajok csinálják. Jól van, Kinga. Jössz ki holnap esetleg, vagy dolgozol már nagyon? Nem, dolgozok sajnos. Jó, de hallgatsz minket. Franc, hát persze, hogy hallgatnak ideket. Jó. 9 óra után. Igen. Hogy vagy, Jani? Arra vagyok a legkíváncsi. Jani indul a nagy bevetésre. Igen, hatalmas nagy bevetés lesz, király lesz. Jól van, mutatjuk, mit csinál Omen bácsi, Beru néni, figyelj, Kinga. Indul a műrepülő pilóta, az egyik főnök. Ők már úton vannak, Kudarcsre. Ez kicsit ilyen A2-es hangú, mint tavaly. Igen, most nem tudjuk eldölteni, hogy repülni megy, vagy szántani. Meghallottam ezt a hangot, és kicsit elkezdett az adrenalin emelkedni. Igen, kiszúrni a hasfalat. Eszembe jutott a tavaly évben, hogy ültem a szárnyon. Nem volt annyira jó. Kinga, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj!
Mit csinál? Vajon ebben a pillanatban Gergely Robi? Szerintem épp öltözik. Öltözik? Vagy a haját lövik. Küzdik a sár, mert túltengés. Kicsit rondít magán, hiszen annyira szép. Kinga, van egy ajándékcsomagod, gratulálunk! Köszönöm szépen! Benne van minden, amit szeretnél, jó? Köszönöm! Küldjük neked, szerintem jövő héten meg is kapod. Nagyszerű, köszönöm szépen! Sok sikert nektek holnapra! Főleg Janinak. Csak neki van szükség rá. Neki és a főnöknek, akit reptetünk. Mi holnap csak élményműsort vezetünk. Hátradülünk és nézzük az eseményeket. Ferinek egy nagyon könnyű helikopteres és lesz a főnökért. Tehát, hogy azt igazából már megugrott. Bármilyen rossz lesz is Ferinek, végig arra fog gondolni, hogy Janinak még rosszabb. Janinak lesz a legjobb, mert semmit nem csinál, csak nevet nagyokat. Jaj, de felszabadultam, megyek holnap a reptére. Kinga, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes voltál, köszi. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Ciao, hello. Hello. Jaj, tényleg, tavaly ilyenkor olyan druk volt bennem, hogy enni nem tudtam, éjszaka Vikivel beszélgettünk, hogy mi hol van, mire figyeljem, ha történik valami. Hogy mi hol van? Hát régóta vagytok házasok azért. Nem kérdek, úgy. És még mindig vannak. Hol van a sióverállom, hol van a sliszemüvegem, kinek adjam. Kire hagyod? Kire mit hagyok, érted? Holnap pedig a vidámság és a felszabadultság leszek. Mondjuk nem is kaptunk semmit tavaly. Kaptunk? Hát én gyerekek, nekem az egész szárnyra kiülés egy ilyen adrenalin fröccsére. Annyira nem emlékszem semmire, csak arra, hogy ülök a szárnyon és visszaszél, hogy azt örülök, hogy túléltem. Néha egy feljadok éjszaka és eszembe jut. Nem tudom, kaptunk valamit? Kitől kellett? Ne, hát tőled mi felajánlás, hogy srácok, ha leesnék, akkor tiétek ja, a... Igen. Mit tudom én mi. Nem, ez egy rossz szó mellett volna előtte, nem? Függetlenül te most megteheted. Hát igen. Az a baj, hogy én az egészben nem nagyon emlékszem semmire, mert felővel végig a kocsi kulcson veszekedtünk. Igen. 3 perc van pontosan, 8 óra jövünk a hírek után, megpróbáljuk Pákot még egyszer fölhívni. Állítólag már ki is kapcsolta magát? Oh. Gyerekek, állítólag már kikapcsolta magát. Nem tetszik ez az ügy nekem. Nem szeretem az ilyen ügyeket. Már állítólag nem elérhető. Megpróbáljuk. És hívjuk a mi műrepülő bajnokunkat, Illés Tamást, aki ugye holnap a főnököt repteti. Egyrészt, hogy a főnök mire számítson, milyen kunsztokat csinál majd, mire készül, és hát kicsit utána járunk az Alpha Jetnek. Így van. Jani. És megkérdezzük, hogy ő mit ivott, mit evett az első bevetés előtt. Így van. 3 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 13 perc, jó reggel, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Hello Feri, hello Gúz! Jó reggelt! Mindenkinek egy nappal a nagy repülés előtt, a nagy repülőnap előtt, ami ugye a budaörsi reptére lesz holnap 6 órától. Várunk mindenkit szeretettel, gyerek, felnőtt, idős, fiatal, újszülött, még meg nem született, bárki, aki tud jönni, jöjjön. Ott vagyunk 10 óráig, tényleg keveset leszünk Budapesten. A nyári vagy a tavaszi roadshow is vidéki helyszíneink vannak. Úgyhogy, ha szeretnétek ajándékcsomagot, Pirellis ajándékcsomagokat, gumit cserélni, kipróbálni, Besenyeit látni repülés közben, a főnök reptetésénél ott lenni, Jani Alpha Jet-es, együtt nevetős, hányos, sírós, zokogós repülésén. Igen, ott lenni, ha szeretnétek vadászbombázóba ülni. Bombázó. Vagy tessék? Nem vadászbombázó, bombázó. Jó, egy kicsit hát tegyek már. Mi a különbség? A vadászbombázó az miért nem? Mi a bajod? Kicsit rá kell pakolnom. A Feri bedobta ezt az előbb, és utána pedig te is átvetted. Mert jó, jó hangzik. Vadász csatabombázó. Vadász csataharcbombázó. Jó, ne mondjunk nagyon. Vadász csatamesszes, mint kamikáze harci bombázó rakéta. Elfogó. Kicsit muszáj rátennem, tényleg. Szóval, hogy olyan picit mindenhol lódítok, ahol lehet, ami nem nagyon feltűnő, hogy még kerekebb legyen a dolog. De tényleg ingyenes a belépés, ott leszünk, egy jó hangulatuk is, repülés napra lehet számítani, reméljük az időjárás is jó lesz. Egyelőre záport mondanak zivatarral, de nagyon komoly esőzésre nem kell számítani. Jó idő lesz, 22-23 fok, úgyhogy minden adott, hogy belemenjünk, ugye, ebbe a kis 4 napos hétvégébe. Ez már egyfajta felvezetése az elsőjén történteknek. Elsőjén Budapesten történik majd a repülőnap délelőtt, a program szerint délután pedig az autós nap, ugye, ahol Mihelis Norbi, Forma 1-es pilóták, Alsórakpart, Talmácsi Gábor, élményautózás, élménymotorozás, és a nagy május elsőjé majális, ami már tulajdonképpen megszokott a budapestiek és a budapesti látogatók életében, és ennek egyfajta felvezetése a holnapi nap, amikor is pedig hát mi repülünk, vagy repülgetünk. Így van. Mondjuk gyorsan, hogy mi a program, jó, hogy ki hányra akar kijönni, mondom, hogy mi lesz.
6 óra, fél hét, 7 óra magasságban elindulunk a főnökért, akit kiválasztunk holnap. Feri helikopterre ül, már ott van egy helikopteres felszállás, elmegy, közvetít, hozza a főnököt. 8 óra után a főnök megérkezik, 8 és fél 9 közé tesszük, nyilván egy pici csúszás mindig lehet, a főnök reptetését, a könyörgést, és a fizetésemelés megígérését, a szabadságok kiadását és a fogadalom elmondását. Majd fél 9 után, miközben már a hallgatóink egy része elment a vadászbombázóval. Ne, a páncél vadász csata cirkáló. Anyahajó bombázó. Így van, elment repülni, közben pedig Jani 3-4-9-kor egy helikopterre fölpattan, fölszáll és átrepül Tökörre, ahol ugye 9 óra után pedig átsírja magát Tökörre, megkapja Jürgentől a kis harci kiképzést, belebújik ebbe az úgynevezett G-ruhába, és 9 óra 10, 9 óra 15 magasságában fölszáll, és jön át Budaörsre. Nem akarok G-ruhába bújni. Meglásd, jó lesz az. Jó kis G-ruha. Picit bevág. Tudod, hogy nem vagyok babonás, de a repülő nevében már benne van, hogy valami történhet, Alfa Jet. Hát tehát, akartam én is mondani, hogy egy megbízható nevű járművel. Tehát nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy repülőszerviz, vagy repülővel, levegőben vontatás, vagy bármi, de hogy Alfa Jettel fogsz. Tehát minden alfás poénod lehet, hogy holnap lesz megbosszulva majd bizonyán a te alfás jetes repüléseden. De hogy feltűnt-e ez már, hogy Alfa Jettel repülsz? Igen, eszedbe jutott? Regedegede, schuldigung, keine probléma. Itt ezt a két kábelt fogja össze. Figyelj, bármi van, mondd meg, hogy a bali autójában van bikázó kábel. Jó? Jó. Tehát nálam semmi nincs, de igen, van bikázó kábel. Igen, mert lerobban, ezért kell, hogy valakin... Én mindenre fel vagyok készülve, szóljál, hogy bali autójá bikázó kábel. Jó? Szóljál. Tényleg, okay. Mondd el neki, hogy ennyit tudsz hozzátenni. Bali, gyere Tökörre, be kell bikázni a gépet. Fia, Alfa Jet, nem tudhatod, hogy mi van. Van a levegőbe szakszerviz? Igen, kívül gyorsan egy sárga angyal, tudod. Beáll egy mögénk, tudod. És a repülőbe leszervizelnék az Alfa Jetet. Úgyhogy Jani 9 óra után repül, 10 órakor Besenyei zárja a Morning Show programot egy élményrepüléssel, egy kis légi bemutatóval, és közben ott egészen 6-tól 10-ig, amikor szünet van, vagy amikor mi éppen nem repkedünk ide-oda, akkor pedig repülők húznak át innen arra, onnan meg erre. Aha, igen. És keresztben nem. Csak keresztben így. Nem, csak innen. Jó, arra. Világos. Na, mi van a Pákóval? Elérhető? Hát, nem tudom. Mindenképpen érdemes rácsörögni. Tényleg ki van kapcsolva? És olyat nem csinálunk, hogy Feri felvászik a kap egy adótorinak a tetére, de és megpróbál elkapni kézzel repülőt. Jó, de csak akkor, ha belém leszel szerelmes, vagy belém leszel szerelmes, és tart a markában. Próbálja meg később a hívást. Ki ez a nő? The number you have dialed is not available. De beszél angolul is legalább. Wiederholen Sie Ihren Anruf, bitte später. Ja, ezt a mondatot tanult meg. Jó, várjál, figyelj, jön megint. Ezt a mondatot, figyelj. The number you have dialed is not available at the moment. Figyelj. Die gewählte Nummer ist zurzeit nicht erreichbar. Wiederholen Sie Ihren Anruf, bitte später. Wiederholen Sie Ihren Anruf, bitte später. 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 Elisabeth. Na, szeretném meg... nyerni a 15. születésnapjára Pessen Timbirére egy nagy Mihalis Norbi rajongóját, hogy együtt lehessen a sztárral. Jó fajtuk, írja Viktor. Norbi, várlak, már konkrét címeket kap, Pilisvörösvár, Kápolna utca. Jani, javasolnék egy beöntés repülés előtt. Dolgozik. Igen, biztos, ami biztos, írt Tamás. Nagyon örülnék, ha esetleg Mihalis Norbival mehetne a párom, sajnos jövő héten műtik, így biztos felvidít a nám, ráadásul kisfiunk gokártozik, minden autósport érdekli. Köszönet, Évi. A lányomnak, Tamarának szeretném a Norbival az autózást, nagy autórajongó és óriási örömöt szereznék vele, ja, és az apját megütni a guta, hogy a lányának sikerült, írja Kriszta. Rengetegen jelentkeznek egyébként. Itt még neked adnak jó tanácsokat, de ezt nem akarom beolvasni, hogy mit írnak. Sok-sok Mihaliszes jelentkezés, 10 után választunk majd valakit. Jó? Ja. Mi van? Mit? Ja, semmi. Nincs rögcsész össze-vissza, te fogsz repülni holnap. Hát, most próbálom meg így a feszültséget így átszázni, leplezni, hogy mennyire be vagyok fosva. Ja, egy kis kamu nevetések. Persze, kis... kis Gergely Robis nevetések. Igen. Te ezt fogod csinálni, hogy az Alfa Jetbe is, hogy bármit csinálok mindig. Félek, hogy... Igen. Félek, hogy nem ezt fogod csinálni. Na, felhívjuk a mi műrepülő pilótánkat, Illés Tamást, jó? Hogy... Megint szét vagyunk esve. Hogy elmondja, hogy mi lesz.
Jó, viszont. Holnap. A főnökkel. Elsősorban most a főnökre koncentrálunk, de ráfirtatunk azért az Alfa Jetre. Persze, hát én tökre örülnék, hogy elmondaná legalább azokat a szakszavakat, amikor majd mondom neki, hogy, hogy Schuldigung, Zürich, Frühstücken, Landollen, hirtelen. Wiener Schnitzel. Hirtelen Landollen. Ez az gúz, jó lesz ez. Szerintem, szerintem megvagy. Itt van velünk Illés Tamás műrepülő bajnok. Hello Tamás, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Kékeget! Az megvan, hogy kinéztem reggel az ablakon, eléggé kék. Hát a felhők fölött az. Igen. Ti mondtok egymásnak valamit, ez a jó repülés, vagy jó szerencsét, vagy eseménymentes napot, vagy, 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 vagy áfamentes holnapot, vagy bár, van ilyen? Olcsóbb kerozinban van ilyen? Bármi, amit mondtok. A szerencsés leszállásot szoktuk mondani. Uh-huh. Azt utána az ember igazából nem nagyon mond semmit. Utána nem bírja. Annyira fél. De a szerencsés leszálláson a kollégák nem sértődnek meg, vagy egy picit, mint a kérdőjel, megkérdőjeleznéd a képességét. Lajosabb szerencsés leszállás. Látom, hogy ereszked, szerencsés leszállás, Józsi. Hát az a baj, hogy rengeteg szomorú aspektus is van ennek a műrepülésnek, nem csak vidám része. És mi koncentráljuk a vidámakra. Igen, ez egy vidám műsor. Igen. Azt én hallom. Ennek ellenére az ember ez volt, szerintem, hogy berődődik a pilótáknak, hogy mindenki szerencsét kíván a másiknak, ha szereti a másikat, ha nem. Uh-huh. Akkor egy kicsit hasonlítottak a bányászokra. Lehet hasonlítani, igen. Igen, na, azért hívtunk, hogy mi a legdurvább, amit egy civil gyomra kibír? Tehát pontozzuk be, hogy mondjuk a felszállás az egy tízes skálán mondjuk egyes, gondolom. Én nyilván itt is attól függ, hogy száll föl az ember. Na, föl lehet úgy szállni, hogy mondjuk az lehet akár ötös is. Jó, ez az irány tetszik. Ez az irány tetszik. Még nem tudjuk, hogy a főnök jó főnök vagy rossz főnök lesz, de mégis mire számítson a levegőben. Nyilván nekünk majd konzultálnunk kell veled, de hogy mire készülsz? Én azt gondolom, hogyha valakinek még nem volt ilyen élményben részem, az eléggé sokkal fog ráhatni mindenféle tekintetből, tehát ha csak felszállunk, ha nem. Én nem sok embert szoktam elvinni repülni, de akiket idáig elvittem, meglepően azt hiszem, hogy a lányok jobban bírják, mint a palik. Uh-huh. Igen, a csajok bátrabbak, vagy gyomorilag, vagy hogy? Hát nem tudom, genetikailag. Furcsa, hogy kivonul, de tényleg ez a tapasztalatom. És én általában, mivel ugye az utas az mindig előttem ül, én mindig a nyakát szoktam nézni, és a nyakán lévő bőr, vagy a szín elváltozás lép fel, akkor tudom, hogy baj van. És nem fura, hogy a levegőbe kormányoz a gépet, hogy ül egy lány az öledbe? És közben merevedésed? Hát a baj az az, hogy nem ül az ölembe, hanem azért van köztünk legalább egy 50 cm távolság, vagy egy méterfal, de... Ő előtted ül, ugye? Előtted ül, így van. Figyelj, te majd mondok mindig a főnöknek, hogy éppen mi lesz, tehát az, hogy mit tudom én... Igen, ez egy jó dolog, hogy az ember mondja, mert gyakorlatilag én szeretem a fokozatosság elvét, de ennek erre meglepő, hogy ebben a székben ugyanúgy tudnak gyónni az emberek, mint gondolom a papnál vagy a fodrásznál. Mi pont erre gondoltunk, ezért akartunk főnököt, hogy egy kicsit gyónjon, megígérjen az alkalmazottainak egy csomó mindent. Több szabadságot! Igen, teljesítsen kívánságokat, tehát ezt erre találtuk, hogy reptesd meg a főnöködet, hogy beteljesüljenek eddig be nem váltott ígéretek. Én azt gondolom, hogy ez menni fog. Tehát hogy mindenki mindent megígér, mikor lejár utána, hogy ebből mi lesz a valóság, azt nem tudhatom. Nagyon jó. Mondja, Jani, mit akartam? Milyen zavaró lehet, amikor valaki ott ül előtt, és mi atyán ki vagy, mondjuk léci, beszélnek egy kicsit a toronnyal most a bajnál, a mantrázás. Üdvözlégy, Mário. Nem, érdekes volna egyébként, az emberek hihetetlen fegyelmezetté válnak, tehát ez is egy tapasztalat, és ez nagyon pozitív tapasztalat, tehát vakon követik azt, amit mondasz. És nekem a legmulatságosabb történetem ideig az volt, hogy most ezt a vezetőnek a nevét nem nevezte meg, de ő is egy elég magas szintű vezető, és egyszer kapott a feleségétől egy születésnapi repülést, elvittem repülni magamra, és akkor mondta, hogy ugye csak egy sétarepüléshez mondom, persze, hogy ne, és akkor csináltam vele egy dugóhúzót, és akkor elkezdett kiabálni, hogy ő nagyon félős, és én ötve bánysan meg ilyenek. Amit soha nem tudtam volna elképzelni az életem, hogy ennek az embernek a szájából egy ilyen mondat fog elhangzani. Hát én nincsen jelszem, amikor beül a pilóta fülkébe, és átalakulnak a nagyszájú, tudod, magabiztos emberek, egyszer csak kicsi, apró emberé válnak, és könyörögnek az életükért. Az szép. Az tényleg, ez egy megkötentő helyzet, úgyhogy.
Igen. Mondjuk hármunk közül Ferit nem tudnád zavarba hozni néhány dugóhúzóval. Az biztos, hogy profi vagy benne, plusz én nem férek el a gépben. Igen, tudod? Azt mondnád a Ferinek, hogy figyelj, Feri, dugóhúzó körbenéző, jó, de hol a palack? Értelek. Jó, de adj egy poharat. Értelek, de hol a palack? Jó, száraz vagy vörös, mit iszunk? Itt baltunk. Rozé lesz, vagy vörös lesz, igen. Jó, de azért egy kis fejjel lefelé repülés, egy kis, mit tudom, egy barátos. Minden, persze, persze. Én azt gondolom, hogy ezt úgy szoktuk mondani, hogy szépen fokozatosan, hogy először felszállásnál megnézem, hogy egyáltalán be van-e kötve, de abban a pillanatban fejjel lefelé. Abban a pillanatban után fejjel lefelé folytatjuk egy kicsit, hogy szokja a panorámát, az nagyon jó szokott lenni, és akkor utána jönnek ezek a ilyen függőlegesek, hogy ermincs vagyunk, a fölfelé megyünk, lefelé megyünk. Mi a legdurvább, amit meg lehet csinálni egy civillel? Hát ez tényleg nagyon egyet függő, de bármit. Aha. Ameddig bírja, nem? Ameddig. Tehát nyilván ameddig gyomra van. Én annak idején a műrepülésnél mondjuk úgy kerültem kapcsolatba, hogy engem a Besenyi Péter elvitt utas repültetni, és annyira biztonságban éreztem magam mellette, utána végül lett belőle egy ilyen 20 perces, ilyen felgeteges show végül is, mert én folyamatosan kértem, hogy még. Csak ennyit tudsz! Nincs benned tudsz! Éltetek is együtt? Tessék? Éltetek is együtt, azt kérdezi Jani. Hát egy 20 percet ott a repülőben, az egy együttélés volt, azt el kell jönni. Amúgy még nyilván azért találkozunk, de hát ezt nem nevezném egyik kérdésnek. Mennyi idő volt, amíg egyedül vezethettél a gépet? A tanfolyam elvégzése után, vagy az már rögtön elvégzett a tanfolyamot, beülsz, aztán mehetsz is föl? Viszontlátás. Hát ez úgy tudom, hogy a kiképzésre van egy ilyen úgynevezett kiképzési tematika, hogyha jól emlékszem, és akkor 20 óra után hajtottad végre az első önálló iskola körözésedet a repülőtér felett, úgyhogy az oktató közben a földről figyeli a rádiókommunikációdat, meg ilyenek. És akkor nagyjából 35 óra után vizsgázol. A gyerekek autóval többet kell menni most, mint 20 óra. Hát 20 óra nekem egy Windows 7-esen nem lenne elég, hogy ott elég az, hogy akkor rajta, hogy 20 óra alatt te egyedül repülhetsz a repülővel, tényleg? Aha, iskola körözni, igen, azt lehet. Ezt úgy hívják, hogy amikor a fölszállsz, mész a repülőtér körülés után leszállsz. Igen, fél kilenckor repül a főnök 20 óra, most kicsit oda pirítok, akkor... Akkor meg vagy. Akkor még bármi lehet. Gyerekek, holnap reggel velem repülsz az Alpha Jet. Bizony, végre használhatnál a gépeket, amiket megvettél, csak úgy passzió. Amikor ott állok hátul a garázs mellett, végre föl tudnék vele szállni. Jó, figyelj, mit igyon, mit tegyem? Egyen előtte, igyon előtte az illető. Hát nézd, én azt gondolom, hogy ezért enni ne sokat tegyem. Uh-huh. Tehát, mert a menüt nem kéne kipakolni a műszerfalra. Igazából az a probléma, hogy az emberek ugye nem fizikálisan nem bírják, hanem inkább pszichésen nem bírják ezt a történetet, és ezért így agyilag szokták magukat tülpörgetni, és ezért jó az, hogy a gyomornak a tartalma minimalizálva. Aha, tehát annyira stresszel, mire oda kerül, hogy igazából attól megszél. Aha. Figyelj, Jari Alpha Jet-es repüléséről muszáj néhány dolgot kérdezni, nem tudom, hogy ehhez mennyire értezett, nyilván magát a típust azért valamennyire ismered, hogy azért az se lesz egy egyszerű feladat. Nem, ő 9 után egy Alpha Jet-tel repül, ami ugye egy ilyen gyakorló gép, mielőtt az ember, ha jól tudom, átadja vadász repülőre, de ez is ilyen 900-950-nel megy, sugárhajtású, tehát ott is lehet érdekes dolgokat csinálni, nem? Hát gyakorlatilag a sebességet úgymond a gépben érezni nem nagyon fogja. Azt fogja érezni, hogy gyors. Hát amikor én mutasszállítom, ültök, hogy sérdezik a sebességet, hogy mennyire megy. Ez 10.000 méter itt meg azért ugye föld közelben van valamennyire, nem? Tehát a azért mondom, a sebességet vizuálisan érzékelni fogja, de nagyon szerintem úgy fizikálisan érzései nem lesznek. A G-erőket fogja érezni, hogyha lesz egy ilyen szűkített forduló, ami sokáig tarthat. Ez pilóta függő, hogy akar éppen megterhelni a kedves utast. Aha, meg hát nyilván abból fogom érzékelni, hogyha nagyon alacsonyan repülünk, hogy Esztergom, Győr, Nikesdorf! Leértékelés, akció. Jó, azért a fordulók meg mindent, tehát azért ott Janinak kell majd kapaszkodni, gondolom én. Hát nem? Kell, szépen levegőzgetni kell, így szuszok, de ez hasonlít a szüléshez szerintem, hogy a tévével láttam, hogy így beszív, kifúj, tehát hogy az nagyon fontos egyébként, hogyha nem kap úgynevezett ilyen G-ruhát, akkor gyakorlatilag a rekeszizmoknak a préselésével akadályozza a vérnek a cirkulációját a testébe. Ez azért fontos, mert a pozitív G-terhelésnél van az úgynevezett szürke függöny, vagy ez a blackout-nak szokták hívni, az agyból kimegy a vér. Ha egy negatív terhelés van, akkor meg ez a vörös függöny, amikor meg minden felmér, és akkor azért csukodik le a film egy kicsit.
A levegőzni kell, ez a titka, levegőzni és bírni. Igen, hát illetve húzzam el a pilóta fülketet, egy? Jobban beáll a bajom, mi? Hát ilyen lehet, hogy kapsz egy ilyen speckócsövet, hogy intubálnak. És a szürke függőnél más kell csinálod, mint a vörös függőnél? Igen. Én a szürkét jobban szeretem egyébként, mert a vörösnél nagyon-nagyon nagy nyomás van az embernek a fejébe, és nagyon kellemetlen. Én a pasztelszíneket jobban szeretem, az jobban megy a garnitúra. A vörös, amikor, ugye, amikor túl sok vér megy az agyadba, igen, és igen, az a negatív génél van, így van. A szürke, ugye, amikor a pozitív gén, amikor ez azt jelenti, kimegy a vér az agyadba, és egy ilyen álmos kókad le a fejed, megy, és így esel le. Na, ezt az nem, ez egy nagyon érdekes érzés egyébként, úgy kívül kerülsz magadtól egy kicsit. Nekem volt ebbe részem néhányszor, amikor éppen ilyen gyakorlás közben olyan figurakötések voltak, amikor ez beütött, hát nagyon furcsa, utána olyan, mint hogy a lelked így visszatérne a testedbe kívülről, nagyon furcsa érzés, hogy ez a kezem, ez mozog, érdekes. Wow, hú, ekkora? Ah, yeah! Szia! Hello! Visszatértél? A kis marsalbotod megérkezik. Na jó, hát akkor holnap reggel találkozunk, utasaid készülnek, jó? Még egyelőre nincs kiválasztott, 10 után választunk, de minden esetre általános információnk érdekes volt. Ne egyen, ne egyon, ne stresszeljen, készüljön. Jó? Jó lesz ez. Ez a levegőzön és bízzon, ez a legfontosabb, de írjátok oda. És lehet, főnök asszony, lehet, mert azt mondtad, hogy a hölgyek jobban bírják a repülést. Meg legyen saját jövedelme, szerintem ez manapság fontos. csinos legyen, jól nézzen ki, igen. Tamás, holnap találkozunk, köszönjük szépen. Kellemes napot nektek. Köszi, vigyázz magad. Csáó, Illés Tamásnak köszönjük szépen. Na, örülsz, nem? Vörös függöny, szürke függöny, barna függöny, gúz előtt. A tünetek alapján, amit elmondott Balázs a szürke függönnyel kapcsolatban, az kb. Ugyanaz, amikor 5 óra 7-kor felszállok az utolsó éjszakai járatra. Kicsit álmosak, kicsit bambuk. Figyelj, túlélhető. Jó lesz. Túlélhető. Tényleg. Volt, komolyan. Aki már túlélte. Volt, aki túlélte. Én 2 éve repültem a besenyvel, azóta nem ültem gépre, annyira félek. De ne, abszolút jó, semmi. Ne, abszolút ne törődj vele. A szürke függönyt akarom majd neki már lent van. Az a jó, hogy te már attól betépsz, hogy beszélünk róla, te már 8 hónap, az se tudod, hol leszel. Nem, a 8-kal ehhez képest már minden egyszerű lesz, mert már most megvolt. Szürke függöny, vörös függöny. 8:30 volt pontosan, 1 perccel 3-as ugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye, hogy mindenki felébredt? Ugye? Lukácsék azok azért, ez nagyon. Tudják, hello mindenkinek, van friss közlekedési hírünk. Valaki kérdezi, igen, Balázs, már megint nincs itt. rock zene szól, ha tudnátok. Azt mondja, hogy a 11-esen befelé óriási dugó van, Szentendrétől lépésbe lehet haladni, akár meg is reggelizhetünk közben. Ezt Andi küldte nekünk. Trafi a 26-os főúton Sajó Püspökinél, szürke civil Skoda üzeni Rolkó, Szilágyi Erzsébet fasol oda-vissza Kuka, és Szentendre felől a Budakanászi csomóponttól lépésbe lehet bejutni Óbudára. Hajrá, Jani! Maci Tahiból küldte nekünk, köszönjük szépen. 4-es út is áll Pilis után Szolnok felé, és Beretyújfalú zsáka között 3 lábú, ezt pedig Benya küldte nekünk. Rengeteg jelentkezés a Mihalis Norbi féle élményautózásra, ott holnap tényleg ne kell durva dolgokra számítani. Egy ilyen kellemes, beszélgetős kis helyszíre érkezés Norbival, ugye? Combozás benne van? Hát ez az. De miért, mit csinálnak? Figyelj, én már Zengő tegnapi beszélgetés után már meg sem merem említeni a nevüket, nehogy aztán én megint itt feszkózás legyen, mert Zoli tegnap kicsit morcos volt. Igen. Az okát azóta sem értem, nagyon megmondom őszintén, de én az egész csapatot hagynám. Tehát, hogy jön Norbi, túrautó. Szépen. Élményautózik szépen. Világos. És akkor úgy jön. Nem? Ennyi. Ha minden más kell föltenni a hangsúlyt. Minden más. Miért plusz? Nem tudod egyszer azt mondani, hogy ennyi és kész? Minden más plusz mi? A combozás? Minden más plusz, igen, hát ha esetleg még ezen fölül valami belefér, az csak plusz, azért nagyon hálásak leszünk. De mire gondolsz, hogy ott ül az Zengő is, és őt combozzák, vagy mire gondolsz? Hát a Zengő szerintem nem. Tehát ő gondolom, hogy morcosan fog ülni durcásan egy sarokba, és hogy tudják. És nem érti, hogy nem érti, hogy miért a törölközőjét meg a szappantartója. Igen, nem. Zoli szerintem holnap, amíg jön, jön a Norbi, addig a Zoli zuhányzik, nem? Persze. Holnap kijön a helyszínre? Zoli, előtte ott zuhányzik a helyszín, nem már vagy nálunk? Lehet, hogy Dafke nem zuhányzik. Szóljatok a Gyulának, ami technikai igazgatónak, hogy legyen ott egy zuhányzó. Jó, igen. Mert ha jön a Zoli, nehogy aztán az legyen, hogy meglátja, hogy nincs zuhányzó, és hazamegy. De nehogy félreértse véletlenül. Ne sértődjön meg. Ne, csak akarjuk, hogy ő holnap is egy zuhányzott manager legyen. Így van, teljesen komolyan, mert hogy ez poén lenne, akkor úgy se érteni.
Ha poén lenne, megsértődne. Úgy így, van, nem poén. Jó van. Így már. Viszont nem tud megsértődni. Jaj, jaj. Mi? Na, mi van? A pocakom. Pulzus? Pulzus. Mi van a pákóval? Hát nem tudom, figyelj. Mi van a pákóval? Még egyszer átcsörögjük? Hát, nagyon mérges leszek, ha ez valami promóció. Hát, vagy tényleg az van, hogy a bodzoliék elkapták egy vadbefogó hálóval valahol. Te csak tanuld a német mondatodat. Ja, igen. A jelenleg nem elérhető. Figyelj. Próbálja meg később a hívást. Hát itt baj van. The number you have dialed is not available at the moment. Die wilde Nummer ist zurzeit nicht erreichbar. Wiederholen Sie Ihren Anruf, bitte später. És szeretném, ha holnap ezt mondanád, jó? Holnap hívunk, milyen az alfacset, és eltolnál ezt a hívott szám, nem elérhető. Kérjük, próbálj meg a hívást később. Mennyi van hátra Jánosnak? Mit mutat az alkalmazás? Hány? Tényleg? Na, nézzük meg, hogy az alkalmazás érzékeli azt, hogy holnap Jani nagyot repül. Wunderclock. Betölt, figyelj. Igen. Uh-huh. Ugye letöltöttünk egy alkalmazást, nekünk 60 év, Ferinek 80 év, Janinak kizárt, hogy megint másfél. Á, nekem meg kb. 10 másodperc alatt betölti ezt az alkalmazást, de tiétek tényleg egy kicsit lassú. Nem, csak nem merem közölni, tudod? Na most következő, ha holnap megsérül, akkor még a kórházi ápolás ki fog tartani 16 nap, 12 óra, 18 perc, 30 másodperc. 16 napot ír az alkalmazásod? Egy fél éve még 17-et. 17 napod van az alkalmazás. Nem is reagáljok, beszéltek hozzám, hallani fogom. 17 nap. Ugye be kellett adni, hogy férfi, nő, mikor született, hogy él, milyen életvitelt él, mit csinál, és kiszámolta mindenkinek a halálának az idejét. Azt mondom, hogy nekünk 50, neked 70, 2000, nem tudom, 60-ra jött ki, beütöttük Janiét is, született, mit tudom én, május 17, 1970, és kiírta, hogy, te tavaly csinált, kiírta, hogy egy év, három hónap, ami már csak 17 nap van. 17 nap, 12 óra, 18. Ez te vagy. Hát ez most miért pont neked írta volna, hogy mit tudom én, még van, nem tudom mennyi időd. Jó, hát majd akkor ott a turnén, a roadshow. Na mindegy. Anya, azért gyere már hozzám a kórházba. Jó, ha nem is tudok visszaszólni, csináld azt, amit szeretek. Mosolygok, jó a tempó. Nem, akkor rá. Nem fogsz érezni semmit. Na, megnézzük, hogy ki a mai hármasugrás játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel, jó reggel. Hello, Dávid. Szia, Bali. Dávid vagyok, szia. Hello, itt szia. A Jani meg a Feri. Bali, te meg Dávid vagy. Hello, Dávid. Honnan hívsz minket, Dávid? Kérlek szépen, itt vagyok Budapesten, egy szakrendelőben, a laborból hívlattalak benneteket. És már leadtad a vizelet mintát, vagy még arra vársz? Nem, a vizelet mint a zsebemben, és várok a soromra. Nyugtass meg, hogy úgy van a zsebedben, hogy van ott egy pohár is, tehát nem csak a zsebedben van simán, mert ugye van rajta forpak. Ugye valamit azért tettél a zsebed és a cucc közé. Hát kicsit csöpök mellette, de nem kaptam teljesen higiénikus minden, igen. De mi baj van, vagy ez csak egy ilyen manager szűrés, vagy mit csinál? Totál ilyen rutin szűrés, igen. Csak rohadt pekes voltam reggel, mert beálltam fél hétkor a sorba, röhögtem a sok fiúnak, aki mögöttem volt, hogy milyen késő jöttetek, és a rossz számot húztam valószínűleg föntről, bementem az egy kis fülkébe, jöttem akkor leadni a cuccot, és azt csak rossz számot húztam, húzzatok egy újat, és akkor életem az utolsó. És tehát most várhatom végig az utánam lévőket. És akik röhögtél, azok mind behúztak elő. Nagyon gáz volt. Ja. Figyelj, hát ez minden évben jár születni, vagy ez miért kell? Sportorvosira kell egy ilyen tudt, meg kell csinálni. Mit csinálsz? Mit sportolsz? Kosarazok. Utáltok, kosaraztam egyszer itt a... Te is fotisztatok egyszer a Teve utcában a szlovák két tanyelvűvő, és pont utáltok kosaraztunk. És emlékszem, mekkora dzsuvát hagytatok bárja. Szétfortatok minden. Ja, mindig szurkoltunk, hogy később jöttek, meg ott tovább lehettünk volna, de mindig pontosan jöttetek, és nem tudtunk tovább lenni a kosárba, aztán... Ez van. Igen, karcos volt utánuk a parkerre, szögésbe mentek. Nem, ti nem is utánunk, ti előttünk játszottatok, és mindig mi voltunk az utolsók, akik zártuk a sort, és mi rátok nyitottuk pont már 7 órakor, vagy 8 órakor az ajtót. Igen, szurkolt, hogy gyertek már később, ne legyetek meg, és akkor azért tovább maradhatunk, mert csak kevesebbet fizettünk volna akkor, de hát nem jött össze soha. Mindig ott voltunk, pontosan. Igen. Ez kis pályás, igen, kis futball volt. Oké, Dávid, Gúz, milyenek a kérdések? Hát szerintem meglehetősen könnyűek. Meglehetősen könnyűek? Igen. Írtál még egy könnyű kérdéssort, mindenki tudja, mi lesz volna. Na, figyelj. Búcsúzom tőled. Igen, figyelek. Dávid, így szól, aki az első kérdés dedikált egér alá. Oké. Nem, sosem tudom, dedikált nyakba akasztó az első, valami. Figyelek. Melyik évszakot szimbolizálja a magyar kártyában a zöld ász? Ne kapkodj.
Zöld ász. Zöld ász. Tavasz? Inkább a ősz. Akkor az ősz. Ősz. A tavasz az a szív. Vagy piros. Hát. Másik tippem lett volna a nyár. Ja, igen. Az meg a mat. Ez egy gyors játék volt. Hát eléggé. Legalább lementek előtted ketten ott a laborba, vagy mi mindig hatalom vannak? Kijöttem, azért tiki lett volna ezt a demon, de mondanám azt a többiek előtt. Kijöttem itt a udvar, most megyek majd vissza, remélem még akkor meg lesz a sorszámom. És pont behúztak volna, nem jelentkezés, most megint újat kell húznod, és ezzel eljátszol egyébként. Igen. De mi a modell? Milyen modern labor, hogy már a sorszámot húzol, kijelző látják, hogy melyik szám megy be? Nem, Marika néni, ki kiabálja. Igen, 15-ös. De nem, hogy átirányítanának, hanem akkor figyelj, de húzz egy új sorszámot, és várj vissza a 110-es. Voltam a 20-dik, és akkor elettem a 120-dik, értete. Nem azt mondják, hogy tessék, mennyi hát a másikba, hogy átirányítanak. Ne? És meddig friss a pisi? Azt nem tudom, tehát ezen gondolkozom, hogy holnap visszajövök, de mondta a feleségem, hogy akkor mi lesz a pisivel, igen. Tehát, igen, úgy középsugarasat kell venni. Csinálj egy új mintát. Inkább, most megvárom a soromat szerintem. Jó van. Most már jó kérdem lesz. Hát ez nem a te napod, akkor se ajándékcsomag, beálltak eléd a sorba, nem lesz ez így jó. Igen, beszéltem veletek, ez már jó volt így, tök jó kijött az egész. Na. Elég akartam. Hallgass minket holnap, jó? Élménydús. Emlékszem tényleg ezek a jó esztékázások, ugye? És mikor kikiabálnak, hogy na Sebessé Balázs jöjjön, hozta a széklet mintát? Így mész a folyosó. Konkrétan sem még nem volt. Jó, álmos meg, csak mondtam, most pont te jutottál eszembe, mert itt ülsz. Mert Rákóczi úr kicsit túl is teljesítette. Sajnos elfogyott a kübli, mert itt járt a Feri. Hozzátok egy sarogját. A feleslegét. Ne, de most nem volt ilyen, hogy kikiabáltak, hogy valami izért. Nem, csak ott emlékszem, tudom, a Vörösvári úti STK-ba jártam gyermekként, és akkor mit tudom én, ott megröngenezték az arcüregedet, és akkor egyen följebb mentél szuratni, tudod, és gyerekként ilyen az egész STK egy ilyen rémálom, hogy bementél, már nagyon féltél, és bármit talált mindig a doki az arcüreg röngenedbe, ő mindig csak szuratni akart, tehát nem ismerte a kamillázás, nem se, ő mindig szúrjuk. És édesanyám egészségügyi mondta, hogy hát azért itt vannak, szúrjuk. És oda tárcani, uh-huh. 4 évesként szorítottam a anyám kezét, és éreztem, hogy a doki szúrni akar. Ezek nem jó élmények. Édesanyád csinos asszony. Mondta mama, ne szúrjunk, mondta, hogy de, menj ki a rendelő. De te hagyd el a szobát. Te vigyél egy 4. széklet mintát, amit át az nem pang. Kimentem, leültem a kis sóspercemre, aztán végighallgattam, hogy a doki szúrni akar. Nem, nektek nem az egész rendelévő gyerekként, ugye, hogy egy vérvétel, tehát bemész, minden olyan nagy, minden olyan hipószagú, ott úgy mész, megszúrnak. Nekem még mindig minden olyan nagy. Én még mindig olyan elveszettnek érzem magam folyosón. Jó, de neked egy bevásárlókocsis kamion. Én azért utáltam, rohadtul talán már mondtam itt, mert hogy egészen a Forgács utcai kellett bevinnem ezt a bizonyos mintát. És én gyűlöltem. Tehát, hogy ott ültem így a metron, és mellettem egy kis csomag, de egy picit távol lerakva tőle. Miért kellett volna bevinned? Én is beszeraktam az STK-tól, de én nekem elmész egy WC-re, és ott leadod a mintát. Oda, egy WC-re. Miért, ha nem kell pont kakilanod? Egy WC-be adtad le mintát mindig. De miért? Neked kakilanod kell? A pisi mintára gondolsz, most nem? De nem. A nagy dologra. De mi hát bélférges? De a pisiből is van. Mindig, hogy... 10 éven keresztül bélférges volt? Az nem egyszerűen bélféreg volt. Egyszer apám rányított, és azt mondta, hogy életre kelt a Laokon szoborcsoport. Le kellett fejezni a kobrát. Hát bocsánat, hát én úgy nőttem fel, hogy nekem nem kellett mintát. De miért? Bocsánat, a pisi minta az is. A reggeli első pisilésből a középsugarasat kell vinni. Hát jó, de ezt nem pohárba viszed, ezt beütöd, berakod egy... Hát kifacsolod az alsót. Az első neked nem. Berakod egy üvegbe, és szépen elviszed. Hát most... De nem, de a nagyot, a kicsit azt igen, de a nagyot, azt nekem be kellett vinnem oda a régi Danubiushoz. Ott volt szembe vele az épület, és oda. Igen, és oda kellett bevinnem. És Uzsi dobozba vitted, vagy mivel? Persze, és levőkanállal. Uzsi dobozba, hogy mi volt? Ezt a sok szilva magot azért kiválogathatta volna belőle, van orult. De mi miért kell neked egy iszer mintát? Nem tudom, lehet, hogy csak szivatak. Megvitetjük vele, egy normális embernek talán egyszer, vagy maximum kétszer kell mintát vinni, mert azért olyan nagy baj nincs, hogy 10 éven keresztül minden évben mintát vettél, nem lehet, hogy félreértetted? És... Nem, mert többször voltam ott, én nem tudom már miért, hogy miért kellett ilyen egészségügyi vizsgálatok. Ez fura.
De hát nem tudom, vagy lehet, hogy jót tett a muskát fiúknak. Mondtam, egyszer bejött, aztán olyan, már minden Janitól kérdett a gyerekekbe. Minden évelül a kis krambó hozdom valamit lőrincről. Olyan tápértéke vagy. A muskát előre megköszöni. Ne, neked kellett? Nem, soha. Ugye? Talán egyszer. Mit tettetek ti ott lőrincre? Sok cseresznyét? Vagy miért? Vagy apám mondta egyébként, mert pottyantósunk volt, és már unta állatban takarítatni. Lehet, hogy azért belekik a Forgács utcához. Furán. Nekem nincsenek érdeményeim. Megértem, hogy traumatizált a gyerekkorod. Többször meg kellett. És ültél ott a metrón a kis táskában? Igen. Nem, ott én úgy csináltam, hogy több ilyen nylon zacskóba beletekergettem, hogy nehogy véletlenül spéttye legyen, és letettem magam mellé. És mindig úgy csináltam, hogy emlékszem, hogy olyan szorosan soha nem mertem mellé ülni. Kicsit olyan volt, mint hogy ott felejtette volna valaki. Mit a fétényben harap? Nem tudom, nem, valahogy így nem. Mert hogy biztos nem volt olyan belsőséges kapcsolat köztünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én elég gyorsan elköszönök tőle mindig. Én is mondom neki, szia, kaki, vár a tenger. Mindig így köszönök el tőle. Tényleg ezt mondod neki? Mondom neki, szia, kaki, vár a tenger. De jó. Persze. Hát ezt mi mit mondják neki? Hazudjak. Igen. Hazudjak. Menj már! Menj már! Nem érted? Na jó, 5 perc, pontosan 9 óra. Kedv van? Igen. Ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi, reszkesebb mindenki, jövünk vele a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Gúz. Sziasztok! Hello! Gúzi! Gúz! Így van, holnap ilyenkor már, szerintem ilyenkor már ott állsz Rolanddal, pakolják rád a géruhát, ott áll Jürgen, magyaráz neked van, valamit nagyon. Ott áll a pap, igen, felszenteljük a gépet, felszentelünk téged, és nem sokára repülsz, túl vagyunk már a főnök reptetésen, hallgatóink már repültek a B-25-ös vadász, messzer, nehéz, páncéltörő, önmegsemmisítő, ezer éves sólyom, harci vadászbombázóval. Így van. Már a főnökös repülésen túl vagyunk, Mihálisz Norbi megérkezett már, ugye a kis utasával a besenyei repülést még nem sorsoltuk, ugye, mert ez nem aznapra szól, az egy későbbi időpontban. A Talmás Mihálisz-es élményautózás a május 1-i futamra még nincs kisorsolva, és a besenyei már melegít, mert ő ugye 10 órakor a Morning Show végén száll fel, és ad egy kis ízelítőt. Ugye, nagy uram, jól mondom? Így van, ezért. Az ízelítő is ilyen. Így lesz, ször. Egy jóféle sörét így tart van, azért az esemény után, elkortolgatunk, nem? Pontosan, precízen mondta Lord Marshall. Jól van, vezérem, legyen így. Nagy uram. Csak veletek vagyok. Ször, jó lesz így? Ilyet. Jó. Nagyon jó. Na, gyorsan egy-két közlekedés, valaki segítséget kér tőlünk, mi pedig nem vagyunk rest segíteni neki. Kérdezzétek meg a visegrádi újpesti busz vezetőjét, aki titeket hallgat, hogy miért állt be a dugóba, és állunk már másfél órája Szentendrén, mielőtt a többi volánbusz boldogan elmegy mellettünk a másik sávban. Milyen sofőr az ilyen, aki miatt 80 ember elkésik, mert neki mindegy, hogy mikor ér be? Korrekt, nem? Más sofőr? Nem, az SMS írója. Ja, az SMS, az igen. De tényleg miért nem megy ki? Teljesen jogosnak tűnik. Jogosnak tűnik, beolvastuk, hát a hal minket, jó? Drága sofőr, hogy mit mondják neki? Sofőr bácsi. Üzenjétek neki, kerüljön, nem? Hogy kerüljön. Sofőr uram. Nagy csapjon uram a lovak közé, aztán hajtasson tovább. Nagy a népek uram mennének, dolguk van. Így van, siessünk. A 14-es út Szentendrétől áll befelé, plusz a Szentendre és a Budakolász közötti kerülő is beállt, ezt Tomi küldte nekünk. Trafi a 83-as úton, Győr szemerén, Fehér Seat méri a Győr felé haladókat üzeni Geri, valamint aki a budai alsó rakparton parkolt, azt megszórták kerékbilincsel. Ezt Ádám küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon lassú éjszak felé a budai alsó rakpart, a Lánchíd alatt a parkoló kocsikat sorra bilincsezik a közteresek. Igen, ezt elküldte Tibi is. Szép volt, erre ráfutottam még egyszer. A Dorogi elkerülőn az emelkedőn fehér transporterből mérnek, és azt mondja, hogy a 44-es főúton Békés-Szent András belterületén szintén mérnek. Sok a trafi, ugye? Foltozzák a költségvetést. Sok. Mi így, úgy, ahogy mondja, úgy. Admirálisom. Nagy uram. Na, csak mindig gondolkozom, hogy elmondtunk mindent? Elmondtunk kb. Mindent. Igen. A Mihálisz nyertest azt visszahívjuk adás után. Így van. A főnökök és az alkalmazottak, akik jelentkeztek a játékra, több ezer munkahely gyerekek, elképesztő. A Boring Show, kukacklassfm.hu az vége. Hát gyakorlatilag tehát, használhatatlan. Illetve másra nem tudjuk használni, mint hogy csekkoljuk. Így van. Őket is majd, vagy az egyszerű főnököt is 10 után hívjuk a szerencsés nyertes, hiszen holnapra neki tudnia kell, hogy nyert, el kell menni egy közeli reptérre, ahol nyert, ahhoz képest, ugye?
Ott tudjuk csak fölvenni. Ott tudjuk csak fölvenni, tehát a helikopter azért nem szállhat rá bárhol. Le tudna szállni, csak mivel ma választunk főnököt, egy nap alatt azért ez a bárhol leszállás című repülési engedély beszerzése viszonylag nehéz, úgyhogy majd a legközelebbi reptérre kell elmennie az illetőnek, akit választunk, és ott fog landolni érte a helikopter. És annak is, aki feljelentette őt, vagy bejelentette, vagy beajánlotta. Így van, nagyon fontos, jó, hogy mondod, hogy aki beajánlotta, ő is jön a főnökkel. Ugye? Hát a helikopterezés az persze, neki is jár. Van. És mindenkinek, aki esetleg nem tudná, 1112 Budapest, Kőér, Berki utca 36. Itt találjátok a budaörsi repülőtér főbejáratát. Így van. Vezérem, ezt nagyon jó, hogy elmondtad. Köszönöm szépen. Tényleg Budaörs, Feri, elmenjek érted, vagy nem lesz gond? Vagy hát nem tudom, hogy ilyen messzi útra. Azért, mert ki kell menni az autópályára, hogy elugrom érted. Nagyon-nagyon kemény. Jó, gyere nyugodtan, várlak akkor. Jó, 5-kor. Dupla. Gyere érted. Visszadobtad a lapetét. 3-4-6-kor fog megijedni, hogy mi van, hány óra van. Bármicsoda, 3-4-3-kor fönn vagyok. Na, azért marhára ráérsz, hajnali autózás, 13. kerület, mondom a címet. 5-kor ott találkozunk, kimegyünk, veszünk egy jó kávét valahol. Azért nehogy aztán. Csak nehogy korábban induljon, Feri, mert megfeledkezik rólad, hogy nem, és ő taxival mondjuk bejönne. És zöldben meg ott állok, igen. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán, Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fovat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi. Hello Tibi. Az egyik leghosszabb volt eddig. Esküszöm, baromi jó volt. És ezért, hogy visszajött. Mindig csippentünk az anyagba, hogy a hosszabb ennyivel is kevesebbet kell kibeszélni. 10 másodpercet bejel vagy. Oda rúgsz, ahol a legjobban fáj. Múltkor beszéltünk arról, hogy ilyen tematikus napokat lehetne tartani, ugye, akkor volt a tegezőszerda, a farmer kedd, nem tudom, izé. Leszavaztátok, azt mondtátok, hogy hülyeség, nézd meg, ma például borosta kedd van. Az mi? Igen. Nézd meg, mindannyian ezt a George Michael-es borostával jöttünk be, nézd meg, én is nem borotválkoztam meg, és ráéreztem, nézd meg. Most igen, mint egy tényleg egyébként. Olyan, hogy Michael-es. A Gillette reklámba benne van az Henri, a Federer, meg ki a harmadik? Nem tudom, a Ribéry, mondjuk ő nem vállalhat annyira. Ki a harmadik? Hát most így négyen. Velünk nem? Most így velünk négyen, miért nem csinálni? Nem, a Martina Navratilova. Igen, az benne lehetne egy Gillette reklámba. Hogy négyünk el egy ilyen jó borotvát eladni? Mi? Ez figyelj. Lassítva jövünk szembe. Hát az, hogy jön a Federer, jön a Thierry Henry, meg jön még valaki. Ja, a Tiger Woods. Tiger Woods jön. Mint, ugye három boros, és mind a hárman megborotválkoznak a tükör előtt. Gyakorlatilag ez egy az ebben, ami analógiánk gyakorlatilag ugye külföldi. De hogyha meg lesz az eredet, hogy leforgatjuk, akkor mindenképpen filmesztelenül jöjjünk, és slow motion technikát kérnék szépen, hogy lássam a melleidet, hogy mozognak minden lépés. Hogy beringanak a naplementébe? Fie, hogyha nagyon izgat téged személyes használatra, ezt legyártom neked szadán, jó? Légy. Futok szembe a kamerával, és a csajom meg így lassít a filmezés, így... Jaj, de szeretem, hogy gizda vagy, mennyire nyuszi leszel holnap. Tehát figyelj, nagyon röhögök. Hát? Tehát az, hogy mert ilyen propelleres, meg úgy értem, tehát mentetek én kétfedelű, meg második igen, világháborús, persze, meg... Persze, azt én is értem az ankettes szárnyán, az berúgós, semmi. Nem, az nem, az Meyer volt, Az nagyon menő dolog volt, de az egy jó, ilyen izé kétfedelű, meg izé nosztalgia repülés, de sugárhajtásukba ülne be, akinek 8 anyja van. Tehát, hogy nem tudom, milyen prémium, vagy milyen mi vit rá erre téged, hogy az, hogy ennyi, hogy nem volt ott egy értekezlet, ahol mindenkinek fel kellett tenni a kezét, kirepüljön, Jani, ki ellenvetésem, Jani. Ennyi. És mondták a többiek, hogy akkor beírjuk, Jani, igen. Nem? Így volt. 5 évente egyszer elmegy Szabina, na ez alatt kapta kiszavaz, meg. Jani, ez így dölt el, gyerekek, kirepüljön, jó, oké, okay, én repültem, Feri, Jani, írd be, Jani. Jó, majd, és bele fogom menni, bele elküldöm neki SMS, Jani, repülsz, jó. Nem, a legaljasabb mondott csepp, mert adásba szembesítettük fel, úgyhogy ne tudj róla, ahonnan már nem tudsz kiáltani. Mert ugye benyomom
nyomom neki, ha előtt kiállt rád egy adásban, hogy hát igazi lesz. Hát akkor repülök én. Ilyen mindent elsöprő kétharmadat ez az ország, még nem látott. Jani, amikor a saját homlok lebenyeden így kitenyerelsz. Tehát azért az, tehát ott azért egy fordul egyet, abba beledöksz. Igen, amikor az... már a pilóta szól majd előttem, hogy kicsit húzzagyok már hátrébb, mert nagyon nyomja a tarkóját a homlokon. És akkor már ájultan fekszel. Hát figyelj, szerintem nagyon kemény lesz. Tehát az megy egy ilyen 1900-es. Nem az a lényeg, hogy mennyiben megy, azt nem annyira, ez attól függ, hogy mit csinál. Ha a pilóta jó fejlett, hogy semmit nem csinál. Ha nyom egy balost, azt ott picit megérzed, ha fölrántja fölfelé, megérzed. Jürgenen múlik majd, hogy mennyire jó az. Igen, és mire tippelsz, hogy a Balázs egy picikét nyilván tolmács segítségével Jürgennek fog-e tippeket adni, hogy ő milyen manővereket látna szívesen veled? Nyilván nem. Ezt már előtte ott megbeszéljük. Bár átküldték. Kapott egy ilyen manőver listát. Nagyon bírja a srác! Vadász repülőnek is bármit! Igen. A pilóták csak annyit írtam, azt írta, puha vagy. Ezt üzeni neked, gyáva vagy. Hogy fogadjunk, nem tudod azt megcsinálni, hogy egy ilyen kis levelet. De egyébként annyit megígérhetünk, tehát mondtátok, hogy 4 napig akkor nem lesz adás, hogyha valami történik. Én arra gondoltam, hogy akkor, hogyha véletlenül valami történik, akkor a Tears in Heaven-t, apró lábak az égen, magyar fordításban elénekeljük így hárman? Mindenféleképpen. Apró lábak az égen. Ugye, én megígértem a Janinak, hogy 4 napig nem lesz morning show. Tehát ennyi tudom, abszolút. Nagyon gálások egyébként. Csütörtöktől vasárnapig nem csinálunk. Jó, de körhintázni kimész másnap a gyerekkel. Az más, május elsője van. A buli nem áll meg. Show must go, nem? Hát gyere, az élet megy tovább. Május elsője sörvés. Ha lesz belőle esetleg videoklip a közös éneklésekből, akkor mindenképpen vágjátok be, ahogy a pilóta térdelmelt, és Ein, zwei, drei! Te figyelj, hogy ott van ilyen, hogy azt mondta, hogy bocs, és akkor most azonnal váltson át sétarepülésbe, tehát vagy persze. Vagy ott... Igen? Persze, hát ha igen, nincs de csak németül jól... beszél a csávó, tehát hogy mondja el neki? Hát nicht! Nem, nicht nem. Ugri bugri, mi? Igen. Nicht ugri bugri. Nicht ugri bugri, igen, ez jó. Figyelj, mondom, hogy Alpha Jet abszolút. Alpha Jet pilóta katapultált a 2010-es légibemutató bázison Franciaországban. Csomó hírt küldtem már át az e-mailedre, majd nézd már meg a cikkeket, amiket átküldtem. De ugye az a katapult azért, mert majd résül a hátsó ülésen, azt nem lehet így kikapcsolni, tehát a katapult az ott van a Jani kezében, nem? Tehát hogy lesz kis kallantyú, amit ő megránthat, és katapult. Szerintem ennél egy picit talán azért a dolog összeszedettebb, hogy mi ez a piros, megnyomom, és kilőd. Schuldigung, Jürgen, was? Was in die Button! Nicht Pulle, das Button! Nicht Pulle. Ich bin Mayre. Ich bin Mayre, das Pulle Button. Szerintem ő tud katapultálni téged is, nem? Hát vagy miért is akkor, hogyha aki hát ha eszébe jut, majd, tudod? Igen, csak az a baj, hogy általában el a Jani? Ő egyedül szokott repülni, és lehet, hogy katapultál, és közben így valami így, hanem vakargatja a fejét, valamit elfelejtett. Valamit elfelejtett. Ott repül a kicsi. Igen, a turista osztályára. Jó lesz az? Júj előre ott a tegomba. Kallátyú! Rex! Csak mondom, hogy Goose úgy katapultált a Top Gunban, hogy nem nyílt ki neki a tető. Oh. Tehát Goose rosszul járt. És a kicsiket az egy amerikai gép volt, ez meg egy francia-német. Csak mondom, hogy 2 napja Goose vagy, úgyhogy nagyon Goose legyél. Beverte a fejét a repülőgép fedelébe, hogy spiroma volt. Goose a Tom Cruise-ban? Aha. Igen. A Tom Cruise-ban! A Top Gunban? De mit láttál utána erre a kémek a sasfészekben? Nekem mi volt az utolsó? Moby Dick Gregory Peckkel? Az igen, na az szép. Igen, a Top Gun-mal ugye meghal a társa, és ebből adódik egy kis zavar, és a végén az utolsó bevetésen visszamegy, és segít Icemannek. Viszont, hogyha ugyanúgy lesz nálatok is, mint a filmben, akkor a német pilóta egyszer meg fog jelenni nálatok, és nagyon megölelgeti a feleségedet, aki zokogni fog a vállán, és hát utána lesz. Igen, tényleg. Megigazta. A Top Gun-ban ugye ez van, hogy Tom Cruise ugye elmegy Goose feleségehez, és meg Ryan a felesége, azt hiszem, és nagyon megölelgeti. Igen, és tehát egy folytott szexualitás is van benne, tehát hogyha ott megjelenik egy német rendszámú autó, akkor az utcátokban, akkor tudjad, hogy... Ő már akkor nem tudja. Ha fentről nézed, akkor még kiabálsz, hogy ne! Én ott leszek, és Ustreamen adom a többieknek. Mindent elkövetnek, hogy lássa az egész ország. Na! De nem, Sies. Igen, de szemét vagy. Oda rúgszol legjobban. Snell. Nem Jani repülése az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi.
Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúrát. Biának, szóltam. Na? De szemetek vagytok. Jó, így kérdezem, barátok, tovább, de ez nem jó semmi, de ezt átugrom akkor. Láttatok ezt a videót, ami felkerült a Népszerű Videó megosztó oldalakra, nem kérdezel bele, hanem megyünk rá. Dani Alvesnek berúgtak, vagy bedobtak. Nem, teljesen mindegy, mindjárt már is mondom neked. Milyen nyelves. Nyelves, igen, nyelvesnek. Dani Alves egy szöglethez készülődött, és egy jó szándékú szurkoló bedobott neki egy baránkát. Ki játszott kivel? Nem, de semmit, most ne menjünk bele a részletekbe. Semmit. Két csapat focizott. Tehát igen, a két ellenfél, ugye? Tehát egymásnak estek, ugye? Na, igen, tehát Dani Alves... Mi ez a szöglet? Hát most valamilyen fajta barkás dolog lehet csak, hogy... Igen. Na, hogy... És bedobtak neki, szöglethez készülődött, bedobtak neki egy banánt, ugye egy finom rasszista felhanggal, és marha jó arc volt, szépen lenyúlt érte, kibontotta, egy jó nagyot harapott belőle, úgy meg energiát, hogy fölvette belőle, beadta a szöglet, ez gól lett. Utána egyébként nyilatkozatban meg is köszönte, marha jó arc, nyilatkozatban meg is köszönte, hogy köszöni szépen a banánt, mert megmondja őszintén, hogy az energia, az pont úgy kell, tehát hogy akkor kicsit visszarázódott a meccsbe, annyira, hogy két gólpaszt adott azon a mérkőzésen, tehát hogy köszöni. De hogy ezzel a felvezetéssel csak egy picit, megint abba akartam belemenni, hogy mi a túró van, tehát hogy vízilabda meccsen nem verik egymást agyon az emberek, hogy tenisz meccsen nem verik egymást agyon az emberek, hogy mondhatom akár a kézilabdát, de hát sehol nem verik egymást agyon az emberek, nem dobálnak banánt, nem késelnek, nem mész arra. De nem mondod, hogy nálad nem volt, hogy valamelyik tudom, vidéki kitelepülése nem öntött fel valaki egy vödör apró halat a színba, vagy valami. Értem, mire akart. Csak nagyon magas labda, igen, nyilván, és utána én a pelikán szárnyaimmal odarepültem, és falatoztam az izgalmas... Nem a szárnyaidra gondolt. Értem, hogy a szárnyra gondolt, igen. Odarepültem, és falatoztam a csemegéből, sőt, időnként, hogyha a koncert ellaposodik, akkor azt is produkcióként beiktatjuk a dobda számba játék. De hogy egy kicsit visszakanyod az eredeti témához, nem állítom, hogy nem tudnánk tovább viccelődni az alsó ajkaimon, ami tényleg látványos, de hogy egy kicsit nem szorogtok ettől általában, hogy ilyen foci mesben, és én konkrétan tényleg azt, hogy egy kicsit magyarázzuk már meg, vagy jöjjünk rá, hogy mi a túró van, tehát mitől van ennyire megvadulva, ami mondjuk nincs a kézilabdán, tehát ott is szeretik a saját csapatukat, vagy nem tudom, akár a vízilabda, bármelyik sportot mondhatnám, tehát sehol nincsen ez a nagyon normálatlan, ilyen én bedobom a banánt, mert, tehát hogy ez, nem? Érdekes a kérdés, és mondjuk legutóbb pont egy kézilabda mérkőzésről láttam egy olyan összefoglalót. Igen, amikor bementek a szurkolók, és összeverekedtek az ellenfélnek a játékosaival. Az jó. És ilyen csitította őket a hazai csapat, azok, akiknek ugye, hát szurkoltak ezek a srácok, de szerintem ők inkább huligánok, mint szurkolók. Jó, de hogy mi, tehát hogy én értem azt, hogy nem jó, hogyha nem a te csapatod nyer, meg én tökre mindent értek, de az, hogy gyakorlatilag itt a Hungárián nem merek eljönni, amikor foci meccs van, mert olyan szintű szorongást érzek, egyébként ezeket a biztosításokat, amikor ilyen 200 lovasrendő, 800 kommandós, meg nem tudom, itt felsorakoznak, mint egy kisebb ilyen privát háborúhoz. De ez volt, én most ugye voltam az El Clasicon, a Real Barszán, a Bernabeu, ott is van ekkora biztosítás, csak ott valahogy az egész nyugodtabban zajlik, tehát ott a barszás ül a reálos mellett. És az egyiknek a nyakában reálos sál, a másiknak barszás sál. És nem verekedtek össze, volt két lovasrendőr, voltak tűzoltók, tehát úgy felkészült, a rendőrség azért így demonstrált, hogy azért ott vagyunk, de hogy az egész annyira békésen zajlott le, azon kívül, hogy a Bernabeu mondjuk nem tudom, 10 percet leürült, döbbenetes volt, egy hangos szó nem volt. Úgyhogy kikapott a reál otthon. Ugye? És akkor hogy gól voltak, csak ennyi volt, hogy... Gól. Hát a gól volt, de nem örültek neki, de mondom, az volt a fura nekem, amit én azt hittem, hogy ez máshogy van, hogy a barszás és a reálos nem engedik össze. Nem kedvelik hát egymást, ugye? Hát is ugye külön vannak és a hogy mentek reálos sállal, barszás sállal, és beültek egymás mellé. És senki nem bántott senkit. Nagyon kultúrát volt. Bocsánat, csak hogy két dolgot, azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes külön választani ezeket a bizonyos ilyen szurkolói, meg rendőri atakokból kifolyólag jövő ilyen tömegverekedéseket, meg ilyen mitől macskakül feltépéseket, meg mondjuk a szurkolás közbeni zrikálás, mert az viszont része a labdarúgásnak, és része a focinak, és az általában nincsen semmi baj, hogyha mondjuk egy bizonyos határon nem megy túl. Én például életem legnagyobb futballélmény az volt, amikor a Chelsea-t láttam egyszer játszani, és ott például folyamatosan ment az rikálás, és úgy, hogy
hogy röhögtek rajta azok a játékosok is, akiknek bebeszólogattak. Tehát hogy úgy kezdődött a meccs, hogy a Frank Lampardnak éppen akkor volt egy barátnője, akinek meglehetősen hosszúkás arca volt, és egy külön rímus szólt arról, hogy egy lóval él együtt. Szerintem ez jó. És hogy szerintem ezzel így ebben a forralom nincs baj. A rasszista poénokkal van. Tehát bedobsz egy banánt, az de az, Oliver Kahnnak is dobáltak annak idén banánokat. Jó, neki nála konkrétan volt olyan, hogy egy ilyen 2,5-3 kilónyi banán jött össze. Jó, de a Kahnnak nem azért dobáltak banánt, mert hogy ő afroamerikai fekete, hanem úgy néz ki, mint egy majom. Az kevésbé rasszista, de egy fekete játékosnak banán dobni azért az rasszista. Ő is röhög rajta. Hogy esetben? Mondjuk így poén, hogy bedobsz egy egyébként nem rossz. Na, de nem, hát most én is röhögök, megnéztem a videót, én tudom, miről beszélsz, megnéztem a YouTube-on, röhög, lehajol, meghámozta, beleharapott. Tehát nézem, mert ők is röhögnek, nem jó ilyet látni, de röhög rajta az ember. Nagyon nagy arc, tehát mondom, utána egy lenyilatkozz, hogy megköszönni, figyelj, a legnagyobb forma, tehát hogy nincs olyan gond, csak tényleg az van, hogy ez szomorú látni, hogy tényleg hát nem buli a buli, amíg nem tépünk föl egy-két helyi járatot, vagy nem tudom, egy-két. Hát ti beszélgetetek valami ilyen rajongói klubnak, vagy nem tudom, kinek volt a vezetője, amikor itt egy komplet szerelvényt lenulláztak, emlék, és akkor ott nagyon valami... Hát, talán ez egy Fradi meccs után volt, igen. És akkor nagyon ment a lapítás, hogy hát nem, az nem úgy volt, mert igazából csak helytelenül hamuztak bele a hamutálba, és attól fordult ki a helyi a hamuzó és a nem tudom, elnézted, én nagyon nyomorult. Tudom, valakit fölhívtunk, tényleg valami vonatot vertek szét, valami magyar meccs után, amikor kimentek román, a vonatra, magyar, román, azt hiszem. És fölhívtuk a szurkolótábor vezetőjét, aki elmondta, hogy hát nem úgy volt, és kérdőt, mutatták a videó, vagy a híradóban a vonatot, úgy nézett ki, mint a kiégett volna belülről konkrétan. És ők meg ugye védekeztek, nem volt már jó állapotban előtte is, ugye a szurkolóink rendeltetésszerűen csak... Tele volt a hamutál, mi csak mellé hamuztunk. Kb. Ilyenek voltak. Az ásztomszéknek voltak a beépített ügynökei, megpróbáltak meggyorsítani a metrótendert, minél előbb szükség legyen az új kocsikra. Na mindegy, egy kicsikét ezt a hangulatot akartam csak behozni Böki a csőrömbe, hogy alapvetően ez a fajta ilyen nagyon kulturáltan és hát számomra abszolút paraszt szurkolói mentalitás most az, ami Böki a csőrömet. Nem, több szempontból se tudom megadni. De végre több szempontból se tudom megadni. Egyrészt abból a szögletből egyáltalán nem lett gól. Kezdjük itt. Tehát nem lett gól belőle? Abból megírták SMS-be, te se tudtad, te szemét. Nem mondtad, hogy melyik csapat játszott, melyik csapat. Villarreal Barcelona. Na, végre rájött, hogy nem Villa, hanem Villa. Nagyon jó, csak hiszed. Te szemét, mert azért be akartál ugrat, hogy Villát mondjak. Nem életszerű. Ahogy te, mint antisportember ülsz, antisportember. A tévé előtt és bosszan kocsa bedobott banánon és megbököd a barátnődet, hogy nézd, hát milyen egy rasszista világban élünk, ahol banándobnak a játékosnak. És jössz, mész a lakásban, teszel, veszel, nem tudsz aludni. Nem tudok rajta tovább lépni. Mert milyen világ ez? Engem ez nem bán, akarok gyerekek, egy ilyen világban élni. Jó érzésű embert, ez engem bánt, de ti így belátásod szerinted attól, hogy én jó érzésű vagyok, neked nem kell feltétlenül annak lenned, dönts. Na? Nem. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Tudod, hogy bármi jött meg, ami kicsit életszerű, de hogy te a bedobott banánon idegeskedjél, és álmatlanul hánykör, hogy micsoda rasszista egy világ, hát el kell menni ebből a világból, nem szabad ilyen világban élni. Nem akarok ilyen világban élni, mondja Tibi Szadán, ezt egyáltalán nem tudom elhinni. De ezt nem értem. Egyszerűen bántott, érted? Tehát, hogy fölsírtam éjszaka, hogy Villa. Viszont jó, hogy mondod. Így van. Jó, hogy mondod. Fogadnunk el ma, Feri, csak nem kell megint. Fog-e hány, nem fog-e hány lógunk egy 5000-essel. Egy 5000-essel lógsz, köhögd a gubát Balinak, Real Madrid Bayern München. Jó. Münchenben, és nagyon nem volt jó a Real az odavágon. Tudom, hát sose jó, azért, csak jó? A Barca. Ja, de ők most nem játszanak ma. Nem, akkor nem, csak mondom. Egy mennyit teszünk rá. Már megbeszéljük, csak hogy ne felejtsük el. De nem azért húztam az időt a felvezetéssel, a repülés ünneplésével, Jani majléztatásával és a futballvilág megreformálásával, mert nincs valami magvas a tarsajomban. Hát 9:30 múlt egy perccel kicsit megrémültem, hogy esetleg ma nincs témád? De van! És rögtön egy kis ízleléssel szeretném a dolgot felvezetni. Hoztam nektek valami jóféle italt. Jóféle sör italt? Jóféle sör, nem vetérem. Nem, ez egy rostos lé, csak valószínűleg nagyon régen ittatok, kóstoljátok meg, és akkor utána, hogyha már elhatalmasodott rajtok a nosztalgia, akkor felvezetem a témát. Aha, is. Drága lehet, mert nem sok. Na. Egyébként marad drága. Igen. Úristen. Úristen, ilyet 15 éve ittam utoljára. Én akkor se.
Jó, de hát így kumisztítatok meg gyerekek. Nem, mi rendes bort és meg pálinkát. Te 6 évesen kumiszon nőttél föl. Ez valami nagyon régi, ami nagyon finom volt, és nagyon sokat ittuk a tesommal. Irgalmatlanul finom. Körte ízű talán. Nem, ez kérlek szépen, azért körülbelül jól mondott, hogy 10-15 éve ihattál utoljára bolt polcáról. Ez gyerekkorom kedvenc itala volt, ez konkrétan jófajta háztáji rostos bírsalmali, amit most ittunk. Bírsalmali, tényleg. Simán rám mikor ittatok, nagyon hasonló körte, mikor ittatok utoljára bírsalmalevet? Nem, ilyen 10-15 éve. 10-15 évvel ezelőtt, igen. De az íz az ugyanaz. Ez volt gyerekkorunkban ez az ital. Volt. Hát a bírsalm az önmagában a kompotnak szerintem zeniális, de hát nyilván magába, hogyha leszakítod a fáról, nem fogod megenni, mert úgy összerántja. Habár egyébként nem tudom, hogy kipróbálnád, de esetleg összerántja az embernek a szállat rettenetesen. Jani, mi van ma? De ne, hát csak él, hagyjad fél a holnaptól, ennyi. Attól, hogy múlt héten nem voltam. Most, ja, most meg kell pótolnod, így van. De mivel holnap repülsz, ezért most azt mondom, hogy neked mindent szabad, jó? Hogy egy picit ebből akartam rávezetni, hogy volt annak idején ez a reklám, és ez lenne most akkor a szlogenje ennek a mai témámnak, hogy kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Már te is ezt a komcsi reklámot nyomod? Mi ezt nyomja más is? Ne, volt egy ilyen reklám konkrétan, nem emlékszem? Az öreg ült, kár, igen, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi, ezt behoztak egy chipset, hallgass el öreg. Egy öreg, más egy, nem emlékszel erre a reklámra? Kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi, ott ül az öreg, érted? 70 évesen egy hintaszékbe, és visznek neki chipset. Még bejön a szőke modell, aki megkínálja egy chipset, hogy hallgasson tata. Teljesen reális élethelyzet, hallgass el öreg, itt van egy kis chips. Igen. Minden nap megkörd a régi jó dolgok közül nem maradt semmi, aztán mutatták a feleségét Zoltán. Aki széthúzta a pólóját. Ezt meg, papa, mutta, hogy nem marad. Nem sok, ez a Beersley, ez felhozta bennem az őrült nosztalgiát. Egy kicsikét sztorizgassunk el azokra a dolgokra, ami borzasztóan hiányoznak a Beersley-n túl. De megittátok, fincsi volt? Jó volt, finom. Na, ez a bírsalmeléje, ez gyermekkorunk bírsalmeléje. Rendeljek nektek is, ahonnan én rendelem? Megnézném az összetevőket, de ha nyomokban tartalmaz bírsalmát, szívesen, tényleg? Ne, az nekem drága, a Balázs olcsóban kapja. Ingyen kapja. A háztáji bírsalma jöhet. Hogy mi maradt a gyerekkorunkban, vagy mi hiányzik? Hát, hogy mik azok a dolgok, amik baromi jók voltak, és nem csak az, hogy mik voltak, amik baromi jók voltak, mert erről rengeteget beszéltünk, hanem mi az, ami szerintem jobb volt úgy. Tehát, hogy ami manapság nyilván minden rohadtul modern, és minden nagyon színes, és minden nagyon rendben van, de egy csomó olyan dolog van, amit azt mondom, hogy jobb volt. Én évek óta nem tudom eldönteni, hogy gyerekkorom óta, hogy az a túrórudi, ami akkor volt, az csak azért volt annyira finom, mert gyermekek voltunk, és ritkán ettünk, vagy azt az ízt azóta nem tudták előállítani, és minden egyes túrórudi gyártó próbálkozik azzal, van az ilyen, az olyan. Klasszik, pöttyös, keserű, édes, stb. De hogy nem tudják megalkotni újra azt az ízt. Nem az ugyanaz. Az íz csak nekem létezik, vagy az tényleg létezett, és nem tudják újra megcsinálni. Ja, az nem ugyanaz. Ugye, hogy nem ugyanaz? Az nem ugyanaz. És gyerekkorodban volt egy olyan túrórudi íz, volt ilyen állatok? Á, nem? Mi nem is láttunk ilyen csokoládét. Túró az igen, azt is. Cukros vizes kenyér, az volt. Új, de finom az te. Azért kérdezem, hogy elmerengtél, hogy na, tudom, hogy... De, hogy cukros mit, kenyér. Se volt, mert elég szegények voltunk, hogy az egy olyan extra dolog volt, hogy mit kaptunk egy héten egyszer. De hogy az a kicsit citromos, keserű, csokis túró Rudi, aminek a gyártója azóta is csinálja, de nem ugyanazt csinálja. Hogy miért nincs az? Hát például, bocsánat, üdítőkben is van ilyen. Én azokat fogyasztom, azokat az egykori régi magyar patinás, hát nem tudom, hogy mennyire magyarok, de maguk a márkák, azok régi patinás márkák, kétféle szőlőt is lehetett kapni, meg amit én nagyon szeretem, a meggyízű, direkt nem mondom a márkákat, úgyis tudjátok, hogy miről van szó. És valahogy nekem nem jön vissza ugyanaz. A meggyesnél még nem csak vissza, a szőlősöknél egyáltalán. De nem lehet, hogy te állítottál el, és más az ízlelő faktorod, és nagyobb élményre vágsz, és ugyanaz? Ugyanaz. Szerintem a régi receptúra alapján csinálják a túrórudit. De szerintem a túrórudi nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nem. Nekem az hiányzik. Én azóta keresem. Hát van olyan csoki, ami ugye gyerekkorunkban volt, ez a mai napig is létező nagy márka, és ezt, hogy ment át különböző ilyen tulajdonos váltásokkal, szerintem genyóságból nem adják át a frankót valahogy. Valószínű, hogy igen, figyelj, ez van. Ahogy volt egyszer egy nagy tulajdonos váltás, és esküszöm, hogy utána soha többet nem volt annak a csokinak az a finom, ilyen kicsit égetett, kicsit ilyen nem tudom íze, utána valami lett egy ilyen standard, ilyen osztrák tejcsok íze lett, de az a tejcsok íze menet. Mint egykori élelmiszeriparos mondhatom nektek, hogy hiába az alkotórészek aránya, a felhasznált anyagok minősége, hiába ugyanaz, akár csak nem ugyanattól a beszállítótól származnak, akár csak nem ugyanattól a tehenészetből. Na de 10 évig hogy volt ugyanaz az íze, és aztán hogy lett örökre nem ugyanaz? Voltak mindig a beszállítók, és mindig ugyanazokat az alapanyagokat használták föl, aztán mit tudom én, adott esetben például a rendszerváltás után más-más beszállítók jöttek, és aztán mást használtak föl, és mit tudom én, az alapvető alkotórészek azok ugyanazok, meg a receptúra is ugyanaz, de te is tudod felé, meg ti is tudjátok, hogy nem mindegy, hogy túró és túró között is igenis van különbség. Csokoládé és csokoládé között is van különbség. Na jó, csak a 10 évig tudták.
Na jó, mindegy, mi volt még? Hát például azt, hogy a kicsit a rádiózás irányába elkanyarodjunk. Ugye ma mi van, megtetszik egy dal, beütöd az interneten a címét, abban a pillanatban 500 linket ad, fogod, letöltöd, és onnantól kezdve rajta van valami. Tehát a dallal nem találkozol semmilyen szinten, lejön bárhonnan, az kész. Annak idején mi volt? Volt az a kívánságműsor, ahol odaültél a szalagos magnóddal, és a rádiós műsorvezető a kívánságműsorban jelzést adott, hogy a hallgató most készüljön fel a felvételre. Tehát igen, volt egy ilyen készüljön. Aki szeretné rögzíteni Petőfi a Petőfi Rádió hétfő kettőtől. Magnósok, magnósok. Ilyen volt? Igen, volt ilyen. És hogy készüljön fel a felvételre, akkor már ott ültél reszkető kézzel, és tehát a profik azok tudták, hogy mikor kell frankon ráfűzni, hogy jól meg legyen az eleje. Uh-huh. Tehát, hogy ott, és a kazettás magadon a rek, meg a play gombot kellett egyszerre lenyomni, igen, és akkor rögzítettél. És a profiknál nagyon úgy nagyon volt megcsinálva, hogy a rek gombra, ha rányomtál, akkor a play-t is bevitte a play-t, tényleg. De az igazi profi az le pauzézta. Így van, és csak azt elindítottad a felvételt, nem indult el, és csak a fölengedted is azonnal. Tényleg. Igen, de menő volt. És akkor jött be a két kazettás, emlékeztek? Igen, az a másolás kazett, aztán miatt volt a két kazett a másolás miatt, aztán volt, ami nagyon jó, a Sharp csinálta, kinyíltatok, beraktál egy kazettet, és mögé raktad be a másik kazettet. Az már, ők egyébként állandóan toltak. Az nagyon durva volt. Például lineálisan ment a tű. Igen. Nekik, ennek a cégnek volt egy csomó jó kis kütyüje. Így aztán. Van. Na például ez játszott, mert például nem annyira sikerült, nekem volt. Például tű, ugye a lemezen például egy mai fiatalnak magyarázd el, hogy miért fontos még az, hogy mondjuk egy nagy sláger, az én esetemben nyilván ugye minden dal ugye vetekszik ezért a helyért, de mondjuk akinek kevesebb jó dala van, hogy egy nagy sláger miért az A1-en van. Ezt a Feri biztos, így hogy van, tudja. Tőled mondjuk a Don Quixote. Tőlem akár a Don Quixote, vagy ugye... Nem, vagy a Part-Time Lover, vagy hasonló, igen. Tehát, hogy miért, Feri, miért a nagy sláger, az miért volt mindig a nagy lemeznek, a Bakelitnek az egyes dala, meg a B oldal egyes dala. Tehát a két nagy sláger, várományos dal miért mindig az első helyre kerül? Mert mindig ott kezdted el lejátszani. Nem. Miért volt az egy? Nem tudjátok? Nem. Azért, mert a Bakelit lemezen, az egyesztő technikai gyártási kérdés volt, az első szám szólt mindig a legjobban, és az utolsó szám pedig a legrosszabbul, mert ott volt a legkisebb hely a barázdában, tehát ott egy területén ott már sokkal lassabban, ugye szépen a lejátszás lassul, és egyre kisebb helyre lehetett a barázdában beizélni a dal. Tehát a végén, az utolsó dal minden oldalon, az nagyon tréül. Ja, azt hittük, hogy a tűnél már akkor gyújt fel a legjobban a késnél a forgács. Á, igen, akkor igen. Nem, hallgass meg, most vegyél el egy Bakelitet, hogyha van, az utolsó dal az oldalon, az már röcsög, karcsog, magasan nincsen, tehát mindig az első dal volt az, ami még becsületesen szólt, oda kellett tenni a fontos dalt. Megjött a Túró Rudi válasz, na, egyébként, na, hogy igen, a Túró Rudiban a túrót nem tudták akkor még jól tartósítani, és kissé megsavanyodott, és a csoki miatt, ugye, hogy keveredett a kettő, ezért volt jó, és ezt most citrom hozzáadásával pótolják, vagy pedig tartósítószerrel esetleg, és emiatt ugye, hát régen nem állt el két hétig a hűtőben, most viszont igen, és a más kompozíció adja azt a fajta más ízt, hogy neked akkor tényleg, és most, hogy mondják, egy kicsit tényleg savanyú volt a túró. Édes volt a csoki, és a kettő volt valahogy ilyen nagyon jó, ilyen savanyú citromos. Akkor változott a receptúra. Mert... Igen, tehát, hogy tartósítószer tettek bele, vagy citromot, és megváltozott. Ezért tűnt el. Tehát akkor joggal mondom, ez kár azért, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi, nem? Igen, igen. Nekem is nagyon jelzik a merevetésem. Te hülye vagy. Visszajöhetne például a reggeli legalábbis. A különböző ilyen letöltött filmek, meg hát ugye most ezért is sokat találkoztam, nem, ti se találkoztok szerintem túl sokat már ilyen fizikailag megfogható filmmel, hogy a jófajta nagyfaterféle, ezért első VHS. Én emlékszem, amikor a Videomagnó először bejött, akkor amikor nagyfaterom vett egyet, és emlékszem, hogy mi összekészítettük, a bátyámmal nem voltunk túl okosak, az összes kazettánkat, hogy most megnézzük, mi van rajta. Tehát mi vittük át rendesen a Magnó kazettáinkat, hogy berakjátok a videóba? Eljön a pillanat, és most nem tudtad, hogy mi az. Hát ez nem ennyire hülyék voltunk, csak nem volt ott az országban. És vittük, hogy most Gabesz, eljön a pillanat, ma végre meglátjuk, hogy mi van a kazettákon a dalok mellett. Én egyébként vettem úgy VHS kazettát, felnőtt filmes. Igen. Na, csak hogy, nem, hogy egy kockát nem láttam belőle, mert nem volt otthon videomagnónk. De miért vetted meg a VHS-re? Hogy majd egyszer lesz? Vészhelyzetre. És CD-t is így vettem. És fogtad a kazettát, és azt nézted, és úgy... Hát elhasználódott, mire oda így értünk, hogy Magnót látott. De most komolyan mondom, tehát abból is vettem egyébként előre, és CD-ből is. Előbb volt CD, mint CD lejátszó. Bátyám, ugyanez. Az Madonna lemez, nem tudom, 4-5 Madonna CD-je megvolt már. Akkor megvette Bakelite, megvette CD-n, és sokkal később lett lejátszó. És emlékszem, az első pillanat, amit megvan, az első pillanat, most ez nem tudom, hogy közhelyes, amikor CD-t hallottál legelőször. CD nincs, a videó megvan, hogy a Csillagok háborúja. Néztük, de a CD-re én nem emlékszem. Mi volt, videó mi volt videó, az első háborúja. Csillagok háborúja. Hát is jöttek a Betűs, és ült a család karácsonykor.
Úristen, nekem mi történik? Nagyon durva, persze. De egy Slayer album volt, amit hallgattam először CD-n, egy angol tanár ismerősömnél, neki volt egy ilyen akkor nagyon komoly technikának számító, beültünk, és konkrétan úgy történt az egész, hogy nem is tudom, mintha egy szeánsz lett volna. Elment, teát főzött. Leültünk a kanapére. Majd levetkőztetek. Igen. Bekrémeztétek egymást. Megfogta a combodat, ezt nem értettem. Hatalmasat franciáztunk, és utána jött a Slayer. És konkrétan ezt történt. Leültünk, távirányít a kezébe, és elindította is. Olyan minőségben hallotta, úgy, olyan hangerőn, ahogy addig soha. 2,5 perc, mert utána átjött a szomszéd. És vele is franciáztunk egy hatalmasat. Dehogy is. Ja, nem, pedig azt hittem. Dehogy is. Hát persze, azt hittem, igen. Nem, csak haverom. Ha rádiót említettük, csak nagyon röviden tévé, hogy nem volt jó. Tehát, hogy tudom, hogy most nagyon látványos, barom jó műsorok vannak, nagyon jó, de tényleg... Szerintem inkább megszépül. Nem volt jó. Szerintem inkább megszépül. Figyelj, én most tudom, hogy jobb volt, de csak megszépül, mert ugye a múlt, a gyerek, a gondtalanság... A Gábor is nagyon jó volt, igen. De nem, most konkrétan egyet akarok kiemelni. Na. Én most ki akarom emelni, ha van benne valamit. Én azt imádtam. Van benne valami nagyon nagy volt. Azon is sírtam. Tehát, hogy fölhúzták ott a redőnyt, mögötte a porszívó, nem tudom, figyelj. És nagy Reluxát húztak be, úristen, megvan, hogy Reluxát húztak. De konkrétan Reluxát választanod kellett. Nagyon fura volt, választanod kellett, hogy viszed az elsőt, vagy pedig megnézed, hogy mi van mögötte, de ha megnézed, akkor már nem viheted az előtt, a Relux előtt. És akkor mindenki megnézte, mindenkit hülyére vettek, gyorsan kicserélték közben, tudod, hát nem tudom, hogy biztos, persze. Cserélj, Józsi, cserélj, meg akarja nézni, tudod, benne. Vitari, tévé, Vitari, tévé, tedd be a vázát. Elviszi, akad. Pista, húzd az időt. Gyorsan kicserélték, és aztán fölment ugye a Reluxa, és ott volt valami, nem tudom, egy Rubik kocka. És közben ugye Barkó bázgattak, és a kunket valahogy ugye, én imádtam. Lezárásként ami egy mérföldkő volt, nem véletlen használjátok ti is, amin szerintem besírtunk, mind a grafikája, mind a játékizgalma, a tétje, a modernsége okán. A tango. A boom. Hát azt innen van a boom. Hát azt figyelj, nézted, és ott mentek ott azok a pezsgők, és ott ült az egész család, és sírva szurkoltál, hogy bemondja, közben egy ember nyomott szerintem egy entert, amikor meghallott, hogy boom. Az érzékelő ott ült valaki egy joystickkal, azt nyomott egy izé. Persze, hát a játék lényeg az ott, ugye te betelefonáltál, láttad a tévé képernyőt, és ugye amikor a pezsgős üveg odaérte, kilőtted. És ezt elmeséltem egyszer, hogy volt egy ember, aki lőtt, bum, nem talált semmit. Bum, megint nem talált semmit. Hár, bum, nem talált semmit. És megkérdeztem is, hogy ez is hova lő. És mondja, nem tudom, mert egy utcai fülkéből. Jó Isten! Hát ha bejutott, becsörgött utca, bedobta, átlő egyet. Egyet nem talált el. Óriási volt, persze. Hát az még az őskor volt, mert például a mi Boom szoftverünk már ehhez képest. Hát ilyen 21. század. Új generáció. Hát mutatom, figyelj, így szólt. Mi az? Mi az? Megőrülsz. Boom. Tényleg. Köszönöm, kívánok, önök az új játék első igazi jelentkezését látják. Nem tudom, hogy van-e már vállalkozó kedvű játékosunk. Milyen palóz? Igen, kezén csókolom, Juhász ember vagyok. Jó estét kívánok, mi a foglalkozása? Orvos. Na, doktor úr, az orvosokra az a hír járja, hogy szeretik a pezsgőt. A nyeremény egy üveg pezsgő. Bizony. Hát, ahogy én tapasztaltam, a többségre azért igen. Figyelj, csak egy bumot várjunk. Nem vagyok kivétel. Nos, akkor nem tudom, látta-e az előző jelentkezésünket. Igen. Itt az alkalom, igen. Arra kérném, hogy próbáljon meg találni. Igen. Nos, igen. Indul. Figyelj. Bum. Nagyon jó. Megvan az üveg BB pezsgő. Ez volt a játék. Ennyi. Óriási. Óriási. Egy kimondhatjuk, hogy más világ volt, nem? Naivabb világ volt, nem? De jó világ volt. Na akkor még egyszer. Mindenképpen. És igen. Hát ugye kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Adjatok egy zacskó csipszet neki. Csipszet a srácnak. Jó, félbe kérdezem, lejár egy jogos taps és sikoly, szurkolhatok-e holnap, szerintem. Merre repülsz valami útvonalat tudunk, hogy hol van ilyen felétek hátharád. Szada útba esik? Ne, végig be lesz csukva szemem, nem tudom. Szerintem tököl is jön át Budaörsre, vagy hát legalábbis reméljük, hogy ott a fejünk fölött. Akik lentről nézik most ezt még tényleg, azok mit keressenek? Tehát, hogy lesz valami, ilyenkor van kondenszit, tudunk? Tehát, hogy gondolom, sugárhajtású nem sokat röpködik itt azért. Igen, bárhol a városba kiállsz egy erkélyre, látod, hát azért az hangja van, megy, pikpak 1000-rel megy majd, vagy 900-al gyorsan átír a város egyik pontjára, másikba kiállsz az erkélyre, és nézed, Jani. Valahol ott lesz a fejed fölött. Kétségbeesett sikolyt, hogy
ha hallanak, akkor tudhatjátok, én vagyok, de hogyha esetleg Szada felé repülök, akkor a Szőlőhegyet nem fogjuk elkerülni. Jó, ugorjál be. És akkor egy szánbillegetéssel Jürgen majd integetni fog a hegy királyának. Szada Beverly Hills-ének, a Szőlőhegynek. Szada Szőlőhegy, egy ugorjál be egy jó bírslére. Na, hogy akkor félve kérdezem, jogos-e? Sztereóba is van. Drágább. 3:10 múlt pontosan, 2 perccel jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 múlt pontosan, 4 perce. Hello mindenkinek, mutatjuk a nap pillanatait. Jani kora reggel ajándékot kapott. Mi is. Na, én vagyok. Egyöntetű volt a siker. Inger küszöb alatt mozgott, van akinél inger küszöb felett. Megvitattuk, hogy mit lehet egy ilyen ajándékot csinálni. Megmutatjuk ezen pillanatokat, valamint fölhívtuk Illés Tamást, a műrepülő bajnokunkat, akivel ugye holnap repül a főnök. Kicsit faggattuk a főnök reptetéséről, illetve utána kérdeztünk Jani Alfa Jetes repülésének, hogy mire számítson Jani holnap. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc van, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. A régi jó ízek hozta itt a régi üdítőket. Figyelj, bírsalma levet hozott, de 100%-os. Ittam én is nemrég az elmúlt hetekben bírsalmalét. Kicsit más formában, ilyen átlátszó volt. De megmondom őszintén, hogy pálinkában én a bírset nem annyira nem kedvelem. Nem annyira bírsom. Nagyon jó pedig. Én a hagyományos szilva barack cseresznye. Azt egy tudtad mondani, hogy nem annyira bírsom. Aha. Hát, tudtam, hogy erre hogy lecsapsz. Tudtam, hogy erre lecsapsz! De most komolyan, ez egy rádiomisőről, hogy bírsz ilyet mondani? Na. Gyerekek, viszont van egy elmaradásunk, a Mihelis és VTCC jegyeket még mára is ígértük, illetve holnapra VIP jegyeket, és nem tettünk föl kérdést. Úgyhogy csináljuk azt, hogy gyorsan föltesszük a kérdést, és az nyer, akinek az SMS-e legelőször befut. Jó? Jó. Na. Hívok egy közjegyzőt. Arankát. Jó, tegyük fel a kérdést, és adáson kívül majd visszahívjuk a nyertes, de akinek legelőször befutott az SMS-e, az lesz a nyertes. Jó, 2 darab VTCC futamra szóló belépője. Szólót kerestem, mi van? Két hangszó. Különböző VTCC futam? Nem, egyre kettő. Egyre kettőt, így van. Egyre kettőt lehet nyerni. Hogy szól a kérdés? Be is menni a futamra. Igen. A biután szabadon. A kérdés hogy szól? Honnét tudjam, benne van az adás menetben. Na, akkor mondom én. Na. Hogy hívják azt a pályát, ahol megrendezik a VTCC futamot, jó? Jó. Oké? Most küldjetek el. Küldjetek el. Akinek először megjön az SMS, az nyer. Hogy hívják a pályát, ahol megrendezik a VTCC futamot? Ma szimpla 2 darab jegy, holnap pedig 2 VIP jegyet adunk még a játékban résztvevőknek. Nem. Hívjuk a naphallgatóját? Meg is döglött az SMS falunk. Igen, abban a pillanatban lefogyott. Jól van. Most már aki nem küldte, ne is küldje, mert szerintem a leggyorsabbak mindjárt beérnek. Így van. Most. Morning show. Az bizony, jó reggelt! Hello! Sziasztok! Hello, nem írtad alá az SMS. Tamás. Hello Tamás, olyan drága dolgot tanácsoltál Janinak, ugye jött Janihoz, hogy egyen banán, mert az kifelé is édes, meg ment egy csomó minden, hogy szürke függöny, vörös függöny, kis aranyeső, nagy aranyeső, tehát esemesekedtek. Te azt írtad, hogy Jani, a biztonság kedvéért az egy beöntést tanácsolnék neked a repülés előtt. Abból baj nem lehet. Ezt én abszolút... saját tapasztalat? Esetleg kipróbáltam? Nem. Még nem volt ilyen részem, áll Istennek. Repültem már, de nem kellett előtte ilyet alkalmazni. De azért, köszi szépen, ahogy az emelyek, már teszem is föl a tűzre a kamillát forni. Honnan jössz minket? Izsákról. Akkor... Éve nyertem már nálatok. De jó. Na, akkor most van még egy ajándék. Nagyon örülök, de ez most sokkal jobban örülök ennek a naphallgatója címnek, meg az ajándékcsomagnak, mint bárminek. 2 éve mi volt, vagy miben nyertél? 1 millió forintot a Marsó jó voltából. Ne csinál! Kutya fája, de ügyes vagy. Most megutáltak egy párat, de lehet, hogy ne törődj vele. Szerencsés vagy, ez jó. Holnap akkor te is inkább adásban hallgatsz minket, gondolom messzebb vagy. Igen, csak adásban sajnos, de majd együtt érzek veletek. Kúszolok nektek, úgyhogy. Janinak meg semmi ok a pánikra, Jani, nyugodjál meg, egy gép sem marad még fönn a levegőben. Igen, elküldtek egy olyan 4000-en ezt is, igen. Köszi, jó utat, jó, szép napot, ciao. Jó, sziasztok. Hello. Na, és akkor még egyszer utoljára egy közérdekű információ azoknak, akik esetleg BKK járattal közelítenék meg holnap a repülőteret. A 187-es vagy a 87-es busszal lehet jönni Kelenföld vasútállomástól. És oda ki tudok menni a 4-es metróval a Kelenföldig?
Hát a vasútállomás, igen, és akkor onnan, na tessék, ugye, hoppá. Kimész az új négyesen föl. Ennyi. Igen, egyikünk se így jön, mert a taxival, még autóval, nem? Nem mész ki a Feri? Te jössz, értem. És ha már jössz, akkor fölszedheted a Janit egyébként. Te, az milyen körülmény? Tényleg, az tök jó. Az van a fejemre írva, hogy taxi vagy? Nem, az, hogy... Csak izgultam miatt, hogy az altával kijössze. Akkor gyere szépen, Janit fölveszed, ott utána az új M0-áson végig jöttök felém, bejöttök a hármason, én ott beugrom, és akkor kimegyünk a reptér, ennyi. Inkább azt mondnák, hogy puha vagy, vagy öt guba a Bayernre fölveszed. Öcsé, nem fog havercsótány! Hallod, öregy! Várjál, mert most ugye öttel lógok. Ha igen. Öttel fogadunk és nyerek, már pedig nyerek, akkor, akkor nullán vagyunk. Igen. Én pedig pénzt szeretnék tőled. Vagyis? Tehát 15. 10 a Bayernne? 15. 15-öt a Bayernne. Micsoda virtus! Ennyi. Na jössz velem kis csíra, vagy csak itt az arcod az emegzettet? 15-et tartod? Nem kell itt, hogy 15. Az a, hogy otthon játszik a Bayern gyerekek, és ott viszont a Guardiola összekapja őket annyira, hogy megverik a Reált. Megverik a Reált. Mondjuk Ronaldo van, két góllal rá melegített. Ott van Ronaldo. Jó, nem, a Reált nem hagyom cserbe. Reál és Federer. Nem hagyjuk őket cserbe. Tartom. 15. Így is van. Figyeltetek. Ez mikor lesz? Ma? És mi ez, foci? és mi ez? Gek? UEFA, igen. Mi ez most? Szóval akkor tartod. Bármire is, de tartom. Bayern München tettél egyébként. Jó, Csabikám, remek zenéid lesznek? Jól tetted a Bayernnal. Jó, a Bayern. Mindig ajánlok dalokat, mindig azt hiszitek, hogy nektek nem, mindig a hallgatóknak. De most olyat ajánlok, amit a Balázs nem fog lefikázni. Végre. Én sose fikázok le semmit. Semmi nem fog, csak nagyot hallgatok, és aztán mondom a telefonszámot. Akkor én tettem eddig félre. A Bricklék, a Sondarin és a Herr Spiegel dalát, most nem a legújabbak közül választottam. A Der Spiegeltől valami végre? Herr Spiegel, meg a Sondarin, meg a Bricklék, egyébként őt Udvari Dávidnak hívják is. De nagyon szeretem ezt a dalt, Don't You Mind, ez a címe. Azt tényleg szeretem. Na ugyan, na. Na, ezt ajánlom, te csak jó. Azért, hogy végre mondd azt, hogy de szeretem. Az egy jó dal. Ennyi. Ezt mindenképpen játszom, meg az összes többit, amit kérnek a hallgatók. Jó, jó hangulata van. Jól van, 555-55-00, Csabinak ez a telefonszáma, szeretnétek dalt kérni. Holnap várunk mindenkit szeretettel a Budaörsi Repviren, gyertek, ott leszünk 6-tól. Szép tapot, szevasztok!